Sziasztok, srácok, üdvözlünk titeket, itt van velem Imu. Jó. Akit guggolgat előttem nagyba. Jó. És hát visszatértünk egy kis árkkal, folytatjuk ugye a Valgóira mapon azt, amit elkezdtünk. Felnőtt közben egyébként a kis tollas tirexünk, ugye? Szili. Azt hiszem, Szili lett a neve. Merre fele van ő? A túlélő. A túlélő, a legnagyobb túlélő egyébként ez a dinoszaurusz. Ugye, itt van, ott, mellette. Igen, amit tudni kell, hogy volt másik három testvére, ők nem élték túl a babakort. Nem voltak ilyen szerencsések. Igen, de hát ilyen volt ez az őskor, Amit akartam skacok mondani, akik ugye itt voltak COD streameken, azok úgy nagyjából tudják, hogy mik azok a kártyák. Az Ákhoz is szeretnék mindenféleképpen összeállítani egy ilyen csomagot, szóval ha van ötletetek bármilyen, amit kártyákkal lehetne itt Árkon belül játszani, azt nyugodtan írjátok meg a chatre, nekem most itt megvan nyitva egy ilyen kis textfile, oda szépen leírogatom őket. Csináltam már én is néhányat, például lesz ilyen, hogy kakit kell lenni, meg mindenféle ilyesmi. Igen, Kisrigó meg is találta, jelenleg még csak 6 kártya van, úgyhogy nem tudom mennyire érdemes egyébként most még ezt kinyitnod, Kisrigó, de vannak egyébként érdekesek és viccesek. Lesz olyan, hogy T-rexet kell szelidítenünk, meg mindenféle ilyesmi van, hogy hangeffektet lehet lejátszani, szóval ha van ilyen ötletetek, amit itt Árkban szívesen megnéznétek, van egyébként nekem is egy-két ilyen extrém ötletem, amit még nem csináltam meg, de azt nyugodtan írjátok le chatbe, és akkor majd lehet minket viccesen szivatni így játékon belül, meg vicces feladatokat adni, és hát Kisrigó szeretné, hogyha lopnék egy tojást. Jó, szerencsére nem a Lego verzióját nyitotta ki, igen, úgyhogy akkor megyek egy tollas dinó tojást lopni. Egyébként akkor leszünk most nagy bajba, hogyha valaki kinyitja a T-rexeset, mert narkunk sincsen szerintem hozzá. Úgyhogy, ja. Minden esetre ez még készülőben van, szóval ez még nem a teljes pakli, de nyugodtan lehet egyébként ajánlani hozzá majd mindenféle klassz dolgot, és akkor én megyek, lopok is egy ilyen tojást. Köszönöm egyébként, Kisrigó, hogy így szemléltetted is azt, hogy akkor ez hogyan is fog kinézni. Főként egyébként ezt azoknak mondom nyilván, így akik mondjuk kodon nem voltak ott, és most ez egy újdonságként éri őket. Be kell narkózni Andit. Például ez egy tök jó. Nem egyébként, volt egy olyan ötletem, most például, hogy ne legyünk szégyenlősek, egy percig le kell venni a armort, ugye a ruhát a karakterről, de mondjuk ez a havasban ez egy kellemes kis feladat tud lenni, de hát nyilván attól függ, hogy ki mikor játsza majd el ezeket, úgyhogy igyekezzetek ti is jó időpontra időzíteni majd ezeket. Lehetne egy olyan kártya, hogy nevezzünk el egy dinót. Egyébként ez is jó, mert ugye lehet olyan kártyát is létrehozni, ahol ti tudtok szövegben megadni dolgokat. Tehát akár az is lehetne, hogy az emberről nevezzünk el, hogy aki küldi, vagy ő adhat meg egy nevet a dinoszaurusznak. Na jó. Ez az tök jó ötlet. Uh-huh. De ilyen ötletek mehetnek oda a DC-re egyébként nyugodtan. Igen. Azért van egy külön szoba ennek. Ne legyetek szégyenlősek. Igen. Én most ezt kapom, ezt most csúnyán kapom. Köszönöm, Kisrigó! Mondjuk magamnak köszönhetem. Ú, te!
Hát én itt elvérzek. Én itt elvérzek, ne! Drága ez a tonyás! Az életemmel fizetek mindjárt. Megvan? Jó, oké. Azt hiszem megvan. Azt hiszem meg... Nincs nálam. Nem sikerült felszednem? Ó, várjál, nem sikerült felszednem. Lesz még egy köröm. Lesz még egy köröm, igen. Bár ha minden igaz, akkor elméletileg... Most lementek oda a raptorok, szóval lehet, hogy most nyugiba el tudom neki lopni azt a tojást. Köszönöm szépen Szabi közben a csillagokat. Üdvözöllek, szép napot. Melyik szobába kell majd írni az ötleteket? Van egy ilyen kártya ajánló Discordon. Hogyha csatlakozol Discordra, akkor ott meg fogod találni. Úgyhogy ja, írjátok ezeket tök nyugodtan, hogyha valamelyik elpörög ilyesmi, akkor ott meg fogom találni. És akkor azok közül fogok én csemegézgetni, de hol van az a tonyás? Hol van az a tonyás, amit azt hittem, hogy elloptam, aztán mégsem. Aztán mégsem, valahol itt volt egyébként fönt a fészek. Csak olyan vaksi szoktam lenni általában, hogy... Nem találom. De sikítsatok, hogyha ti látjátok. Mert én most csak itt... Valahogy éreztem, hogy a szálkezed mindjárt énekelni. Nem be csak a korbács, újra. Esküszöm, nem látom. Hol van az a fészek? Az előbb itt volt. Dinókat a játékban meg tudom-e simogatni? Igen, meg lehet. De a vaddinókat annyira nem ajánlatos. Tehát, hogy azok úgy nem szeretik, hogyha simogatják őket. De amiket betémeltünk, azok, hogyha szintet lépnek, akkor a karakter automatikusan meg is simogatja őket. Pedig immunál milyen könnyűnek tűnt a lopás. Nem volt egyébként gond vele. Az előző stream végén én is loptam egy tojást. De esküszöm, nem látom, olyan, hogyha megszűnt volna a fészek. Pedig az annak ott kell lennie. Itt kell, hogy legyen, tudom. De egyszerűen vaksi vagyok. Segíjek? Bértem kártyajánlóba, köszi szépen, kisrigó. Hát, ha jössz, azt megköszönöm. Egyébként lehet lekén először szedni szépen az izéket. Ezeket a tollas raptorokat, és akkor utána menni. Ott van, várjál, ott a fészek, ha minden igaz. Vagy ez nem az. Csak annak nézett ki. Hát, becsapós. Vagy lehet, hogy másikat kéne néznem lassan. Tolajfúró toronyon lehet olajat farmolni. Igen, azt szeretnénk, mert olaj kellene egyébként most. Az nagyon kell, igen. Csak hát ugye ahhoz meg ilyen vizét kell keresni, ilyen olajkút, vagy mi ennek a neve? Hát az nem úgy működik, hogy gondolok egyet leteszem, nem? Hát? Nem? Gondolom nem mindegy, hogy hol fúsz olajat, tehát hogy az életben sem lehet bárhol, akkor mindenki ezzel foglalkozna. Na, itt van. Itt a tonyás! Én meg vagyok, köszönöm szépen a kérdés. Ezeket kéne onnan elcsalni szépen. Gyere, gyere, babám! Szia, Mia! Ja, most nem neked mondtam. Mondom, mindjárt megyek, segítek. Jó. Remélem, jó nagy szintű tojás lesz akkor már. Itt van. Lehet, hogy inkább lecsapom. Hú, ezek sokan vannak, várjál. Nem olyan egyszerű, mint ahogy én azt elképzeltem. 79-es az egyik szülő. Remélhetőleg. Volt itt egy 24-es. Meg volt itt egy kardfogú tigrincs. És... Megvan a tojás. Jó. Hanyas szintű? Mindjárt mondom neked. 24-es. Kis pücüke tonyás. Hát köszönöm a feladatot, kis Rigó. Meg a támogatás is egyértelműen. Aranyosak vagytok. Na, én akkor ezt szerintem haza is viszem. És akkor berakjuk a hűtőbe, mert tonyás a hűtőbe. A hűtőbe? A hűtőbe? De egyébként tök jó ötleteim vannak. Vagy hát ilyen vicces szerintem. Például a teknős verseny mondjuk a vízben, vagy a parton. Úgyhogy vannak egyébként itt.
tényleg nyugodtan engedjétek el a fantáziátokat. GG, köszönöm szépen! Engedjétek el nyugodtan, vagy akár építeni valamit, ilyesmit. Mondjuk az valószínűleg egy kicsit magasabb térben lesz, de értitek. Na. Valami egyébként itt támadja az állatainkat, most hallom. Itt egy kardfogú tigris Pedrót támadja! Én nem vagyok otthon, úgyhogy... Igen, határozottan örülök ennek. Hát eljöttem segíteni neked, azt nem is volt ott. Ha! Na! Ilyet! Ha, hogy vad ez? Ilyet! Hogy? Legközelebb nézd meg, hát ha ott vagyok mégis. Hogy? Hát azt néztem, te nem voltál. Nem-e? Nem. Jó sokat kell rácsapni erre a kardfogú tigrisre. Köszönöm szépen, Zoli! Jó, azt hittem meghalt. Imu nem rögzíti a játékot, úgyhogy az ő nézete nem lesz feltöltve most YouTube-ra. Annak úgy lett volna értelme, szerintem már, hogyha a legelejétől lehet látni nála. Van egy kérdésem, beszerzel majd egy ankylosaurus-t? Van ankylosaurusunk? A 2 kiló. Ő egy 2 kiló, az ankyló. Úgyhogy van már egyébként ankylosaurusunk. Na. Jó. Ja, beraktam a dinóba. A még bánatosabb madárba. A tonyást. Madár. Puki egyébként nagyon reszket, valamitől nagyon fél. Na, de meg. Mitől félsz, Pukika? Szia, Nóri. Meg itt van egy vad kengú, most nézem. Fiú, 79-es, hát az... Hol áll fia, nem? Hát? Mármint, hogy nem hiszem, hogy kellene nekünk bármire is. Szia, Bence, kösz, hogy itt voltál. Mekkorát nőtt, Puki, hát? Így kellene egyébként izét, kengurut fognom. Mennyivel egyszerűbb lett volna előző streamben, ha ugyanezt a módszert használom. Elég két dínó, amivel beszorítom. Vágóéromapon vagyunk. Az szép spárgát lenyomott, vagy ilyen izét? Kengurusztéket? Kütyök kengur. Olajat kellene szerezni, nagyon élet, és akkor keresni valami szép helyet. Elköltözni innen, csak ugye ahhoz kell a krájó. Hát jó. Olaj kell most, olaj nekünk sok. Szerintem én a tollas dinóra craftolok szedalt, mert azt még úgysem néztük meg. Tollas raptor tud pár dolgot, igen, azt akarom most megnézni, úgyhogy azért is szeretnék hozzá nyerget készíteni. Mi kellett hozzá? Ahhoz a nyerekhez? Szerintem valahol itt lesz. Nem tűnt annyira bonyolult craftingnak. Fiber meg wood kellene még akkor nekem. Az van. Hát, bízom benne. Bízom benne. Fú, egy mind wipe tonikot így legálnak berakni. Igen. De nem. Csak rád vonatkozik, úgyhogy mehet. Meg szeretnék, ja igen, legyetek kreatívak, szeretnék olyat is, amivel imut szivatom meg. De úgy, hogy lehetőleg ő ne tudja. Nem, az nem. Miért? Hát mert nem, mert téged kell, engem ne. Mi akarsz engem szivatni, élet? Mi ne? Hát mi? De aranyosan vakarózik, mint egy kis kutya. Csak nem bír el. Hát, szereti amúgy Imu a kengurukat. Igen, ez a Apafej című... Mi ez? Film mi ez? Igen, abban mondtasz, hogy köcsök kenguru, amikor a kisrác elkezdte énekelni a kengurudalt. És akkor ugye Adam Sandler meg ki volt erre nagyon, és azt mondta, hogy köcsök kenguru. Úgyhogy egyébként nincs bajod a kengurukkal, nem? Na, nincs, mettem már finom. Tányíron egész finom. Hát, grillem, igen, de jó, nagyon finom amúgy. Szegény? Nem, nincs bajom velük. Titta gonosz vagy.
Nem. Jó. Úgy. Na most már csak el fog bírni. A tollas raptor. Hú, ez nagyon kevés súlyt bír. Nem vagyok kövér. Véletlenül sem ez a logikus magyarázat erre. Wow, mekkorát ugrik! Szia, Enikő! Hello! C-vel is tud valamit csinálni ez a raptor? Meséljetek, mit tud! Ezt látom, hogy nagyon tud ugrani, meg gondolom tud glide-olni. Legalábbis olyan, mint hogyha... Hú, wow! Á, meg ilyen vérző effektet ad. Igen, mondjuk ezt tapasztaltam, amikor engem megtámadtak. Fugolj neki a falnak, jó? Föl lehet vele mászni a falra? Mint az izével, öreg fával? Egyébként majd még kikelthetnénk a többi tojás is, csak jó lenne akkor már nagy szintűeket dédelgetni. Nem? Állj a életke pillanat. Jó van, na. Ja, megnézem. Mit tud akkor? Csak gondolom stamina az kell neki. Most mit csinálsz amúgy ennyire? Ergetek egy méhecskét. Ó, méhészkedsz? Mihez kell neked most a méz? Várjál, baj van. Várjál, rényzé, fog effektet rak. Várjál csak. Ó, lol! Hogy fölmászott? De menő! Szia, Szili! Hello. Éppen a rólad elnevezett dinó hátán vagyok. Milyen mérges fogeffekt jelenik meg. Jó bableves után jó kis babgulyás, azaz. Mivel kell ez azért virággal lehet befogni, ugye? A virág az ugye, hogyha megeszed, akkor mérges lesz rád. De nem, tehát amúgy. Ja, azt hiszem, igen. Fú, nagyon régen méhecskésztünk. Ebben most nem vagyok 100%-ig biztos. Ó, nekem úgy rémlik, hogy a virágot beteszem ugye a nullás slotba, és akkor úgy, viszont most nem akarta enni. Mhm. Brontóra ugorjak rá, nem biztos, hogy szeretném egyből ezt, de mindjárt megnézem. Mindjárt megnézzük. Azért egy kis izére raknék neki bétre. Jobban elbírjam, mert szegény most éppen alig tud mozogni kb. Félek attól, hogy ha most izé ott azt a brontóra ráugrok, abból baj lesz. Imu kinyír, hogyha megölöm a dinót. Az melyiket? Egyetlen túlélőnket. Az egyetlen? Ó, biztos. Azért mondom. Az biztos. Virággal kell, nem? 74-es brontó, biztos akarjuk mi ezt? Várjál, mert visszapattanok róla. Hogy ugorjak erre rá? Nem fog tudni ütni. Jó! Lehet onnan a magasból kéne. Tessék? Eltűnt. Ilyet? Szia Csabi, köszönöm szépen a csillagokat! Ja, fogjellel mutatja, hogy ráugrik, aha. Megnézzük. Azt nézem, hogy... Hát ez... Ez nem sikerült úgy, ahogy én szerettem volna. Ójjaj! Ójjaj! Imu meg fog ölni? Mire vettetek rá? Halió! Igen? Hát, úgy nyírt ki csúrit, hogy aztán te ülsz a tonyásokon. Nem akarom.
Azt írják, hogy a trike-kal is meg lehet ezt csinálni. De nem ugrik rá, hiába van ott a fogja. Na várjál, megnézzük akkor ezt. Igen. Kell valamit pluszba nyomni? A dupla space-t. Oké. Így már értem. Nem jó! Ne! Ki adott ilyen ötletet? Baj van! Baj van! Várjál! Passzifli! Ne ülj! Ne! Menekülj! Ne! Nem lesz ennek annyi! Ezt még megmentjük! Ezt még megmentjük! Köszönöm, hogy itt voltál! És megmentettél! Hát még várjál, mert leestem az éről, sasró. Most ezek engem akarnak nagyon. Nem, meguntak. Most, ja nem, téged kergetnek. Várjál. De miért? Gyere már ide. Hát mit csinálsz? Lövöm őket izével, simával. Bánatok. Mi van? Jó. Biztos képes arra, amit mondtatok. De ez egy pici szintű dino, úgyhogy szerintem még egyelőre itt bent marad a karámba velünk. Szili csak 53-as, ő még picike. Köszönöm, hogy jöttél. Jövök neked egyel, azt hiszem, ezek után. Igen. Jó. Tudtam, hogy jönnöm kell, úgyhogy éreztem. Na, most, hogy megvolt az izgalom. Jó. Valami nyugisabbra vágyom. Olajat, élet, olajat. Mit szólsz hozzá? És akkor olajfúró torony kellene nekünk? Hát vagy tornyot keresni, vagy hát ugye ilyen vizét. Vagy a vízbe cuccot, mi? Hát, így gondolom. És itt a vízbe te találtál olajforrást? Vagy csak úgy gondolod, nem hogy tudom, itt lehet? Hát én nem tudom, vízbe nem. Nekem úgy rémlik, hogy itt fent volt egy ilyen olajkút akármi, valahol, viszont nem találom. Hát kraftolásokhoz kell nekünk az olaj. Nem tudom, hát meg a krájóhoz. Nem tudom, hogy a lenti, tehát ez a víz alatti fene? Olajkút, ahhoz kell, tehát ahhoz jó ez a pumpa, vagy az hogy működik? Hát Duno? Hát én sem, ez a baj. Valami támad, várja. Mi támadott meg? Mitől halnak ez? Jaj, a hülye madár. Jó. Ahol fogtad a sasokat, ott van. Ott a bázisotok mellett a dombon található olajkút. Hát ez két különböző hely. Hát a bázisunk mellett igen, láttam én is valahol, csak most nem találom. Víz alattra nem lehet kútot tenni. Remek. Imó, mi a büntetőnek, ha megpusztul a dino? Hát... Nem akarod tudni. De Andi sem. De vigyázok rá, hozzá se nyúlok. Majd lesz egy sajátom. És akkor majd azt... Azt dédelgetem, babusgatom. Mit lopott el a madár? Egy vizes kulacsot. De szerencsére pont... Nem a vasasat, hanem a gagyit. A gagyi fajtát. Ez olaj lenne? Vagy mi ez? Itt van! Fönt az olaj. Na. Megtaláltam. Na. Na! Erre nem számítottam. Találtam izébe, dropba ilyet. Ó, de jó. És ennek kell itt bármi, vagy ez így magától na, hát megy, kitermeli? 0/50. Úgyhogy szerintem ez működik. Ó?
Mondjuk hát ebből a kevés szempontból nem kell rossz. Várjál, van még ilyen pumpánk, azt hiszem. Mindjárt hozok. De van itt még a környéken ilyen? Hát remélem. Vagy ez az egy ilyen olajforrás van itt. Hát ezt csak, nem tudják dínunk támadni? Nem tudom, lehet körbe kéne építeni. Hát gázolaj azt szerintem... Ó, régebben kellett hozzá gázolaj, de az olaj kitermeléshez olaj kell az olyan. Vaddinok meg támadhatják. Én éreztem. Bár most magák meg azt írja, hogy nem támadhatják meg. Itt egy kicsit így bajban vagyok, hogy most akkor vajon megtámadják. De hát szerintem abból semmi nincs, hogyha wooden spike-kal tényleg körbevesszük. Hát azt le lehet tenni. Ja. Inkább menjünk biztosra. Igazából semmiben nem kerül. Szia Noémi, üdvözöllek! Olajkutat nem támadják meg? Hát... Az a baj, hogyha meg szétszedik mégis, mert nem tudom, nem tetszik nekik. Az meg olyan kellemetlen. Delfin amúgy... Mi van ezekkel a delfinekkel? Melyikkel? Hát ők kijönnek a vízből és meghalnak. Így spontán úgy gondolnak, hogy akkor most ők meghalnak. Hát nem meg. Nem is értem. Ennyire azért nem szoktak öngyilkos hajlamúak lenni. Ezért tartom ezt ennyire furának. Jó mély egyébként itt a víz, most nézem. Azt mondja, hogy nekem 15 van lerakva és még egyszer nem támadták meg. De mondjuk ezért spike-al körbe lehet azért. Anyas vagy? 11-es kis picurka. De gyere már közelebb! Fú, te! Gabónak most ez nem lett volna a kedvence, ha látta volna, de szerencsére nem látta. Hogy a húsit azt milyen állatból szereztem be. El se áruljátok neki. Szivat! Szivat! Úgy fogsz járni, mint a haverod ott. Jó, bekerítelek mindjárt. Na jó. Elviszi a bánat. Elviszi a bánat, hülye delfin. Mi az? Tüsszentettem. Most meg ide jön. Jó, akkor nem kergettem, majd ide jössz fogadta, hogyha éhes vagy, gondolom. Most mi sebződik? Vagy mi sebez? Ja, ez a kis izé, bánatos. Mondjuk az 55-ös szintről annyira talán nem kis bánat. Mi a neve ennek a játéknak? Ark. Steamen, Epic Store-ban megtalálod. Hát én nem tudom, Szili. És mutatja ezt. Ugye nem az haldoklik éppen, amelyiket témelem. Jó, hát nem. Már féltem, hogy ez is kimegy a vízből. Nem, konzolra is elérhető a játék.
Meg van egy mobilos verziója, de az nem teljesen ugyanez. Szóval elég sok helyen tudsz játszani vele. Ha tetszik. Mennyi idő kell még újból? Szerintem ez sebződik. Legalábbis nagyon fura hangot ad ki. Na már csinált 16 darab olajat. Nem sok, de kevés. Na! Nincs több véletlen itt a közelünkbe. Ha jó lenne. Jaj, ne foldoklom! Van PS-re is, persze. Azt mondja a karaktered? Igen. Olyan hangja van, mint az izébe a Don't Starve-ba a pulykának. Jaj, te. Már nagyon lassú. Mind rúgrok le állandóan erről a madárról, te? Ott van Filippe. Ellopja a húsomat. Hát nem tudom, hogy ezen a pályán vannak a sárkányok, azt nem néztük. Mert ezek a tollas raptorok voltak, amik úgy eddig izgalmasabbak. Mit? Ilyen olajforrást. Igen? Pont a bázisunk felett, aha. De jó. Ó. Hát már itt tetszik. Nem tudom felkapni ezt a kis bánatost. Milyen jó lenne. Jég és tűz sárkány van csak. Ó! Oh. Hát? Egyelőre még nem tudom, mennyire szeretnénk a sárkányokkal foglalkozni. Hát még szerintem ráérünk azzal. Igen, én is úgy érzem. Ragnarokon kellemes élmény volt. Szóval úgy tud, itt meg fog halni. Miatt a hülye dökhal miatt. Ezt nekem most ki kell szednem, sorry. Majd újra termelődik. Na, pont a bázisnál lévőt. Hát, beakadt a delfin. Van sok izé polimer, amiből lehetne a krájot csinálni majd. Azért nem bántottam. Vagy ez nem az a delfin? Nem. A parton lévőt is szétszedted? Parton lévő volt. Akkor nincs több kérdésem. De kiszedtem a polimert, itt van nálam. Hát jó, csak az hamar megromlik. Berakom hűtőbe. Ja, nem az, itt a bázisunknál van egy. Az ott van még? Igen. Ez egy másik volt. Mit támad már megint, mit? Hú, köszi Gergő, igen. Pont ezen gondolkoztam én is, csak... Ez a sárkány lopás, vagy a sárkány tojás lopás az... Azért az nem lesz egyszerű, úgyhogy azt tudni valami LEGO kártya lesz, hogyha csinálunk ilyet. Jó. Azt mondja, hogy? Beraktam a hűtőbe. Dehogy a hűtőbe. Hűtőben nincs hűtés, tehát sokat ér. Hát? Mocsár látogatás? No. Amúgy nem tudom, van mocsár itt. Ezen a... biztos van ezen a mappon is. Hát gondolom. Őj dodót! Gabó kipörgetni a őj dodó kártyát szerinted? Így. Örülne neki. Sose használná el. Sose használná el. Szentségelne. Sose tudom, mit akar. Jézi? Jó, semmi. Ezt kell még nekem. Csak ott egy, kettő. Hát ez nem sok, de kevés. Jó. Ebben meg rakunk izét naftát, mert... Így, hogy nem hűt, nem annyira szé. Vagy van már rendes hűtőnk? Nincs még, ugye? Nem. Hát kellene olaj még lett. Ja, hogy igen. Az áramhoz. Az éket megnézheted viszont fent a két pumpát.
ha gondolod. Jó, csak felírom ezt a két dolgot. Azt mondja, egy gyors gigafogás. Aha. Jó. Jó, megfogja a gigáját, szerintem nagyon szívesen. Mázsit is. Ugye, egy másik tip, Imu ilyen x percet tojáson, mert szereti. Hát az, az mondjuk tényleg nem lenne szivatás. Akkor beírhatom, tudnád, a mama Imut. Tudnád, hány tonyáson ültem már? Így? Hát simán. Igen, simán gondoltam lehet, ilyen, hogy... ilyen love is in the air, hogy izé két dinót szaporítani, meg ilyesmi. Na simán mehet ilyen, hogy, hogy költse ki egy tojást, vagy valami. Van izé, illetve hát még nincsen, de majd ha meg lesz a légkondis keltető, az olyan lesz, hogy leteszed a tojást, azt már kész is, nem is kell vele foglalkozni. De itt az a lényeg, hogy neked kell vele foglalkozni. Hogy én googoljak rajta. Imu mama. És... mit akarok kérdezni? Igen. Az mindegy, hogy milyen tojás, ugye? Hát, miért milyen tojást szeretnél? Hát ilyen Dino Kókusz izét nem. Mert az másfél óra, mire ki kell. Te vagy már Dino Kókusz! Te vagy már! Na! Dino Cicus! Te vagy már Dino Cicus! Élet? Igen. Na, akartam izét, Icsi! Icsi nyerget! Hogy vagy már? Icsi. A viszketőszaurusz. Mi kell hozzá? Metál? Nyers metál kell a... Minek? Hát megrozsdásodik a víz alatt. Imlopja el egy T-rex tojását? Hát honnan? Az a baj azzal, igen, hogy, hogy tojások ugye... nincsenek fixen minden állatnál. Nyilván lehet olyan szerencs, hogy éppen tojik egyet, de... vagy meg kell lenned egy viszét, ilyen lopott tojást. Az mondjuk nem. Azért fájdalmas tud lenni. Hát meg lehet enni, nem? Nem. De meg lehet enni a megtermékenyített tojást, nem? Nem. Sőt, egy sárkány tojás legalább. Imu egyen meg egy sárkány tojás, vagy én. Ne. Érted, ellopjuk nagy nehezen, aztán valaki betolja a kártyának, hogy akkor most együk meg. Már az nem vicces. Szerintem butaság. Ugye, megnézem, hogy meg lehet enni. Amúgy itt is van egy olajas. Jó. Ugye, megyek, csak csinálom. Ahol volt a fészek, ott a környékem. Ja, jó. De hát várjál, hát most csinálom a krájút, úgyhogy akkor igazából lehetne majd költözni. Mhm. Egy olyan helyre kellene, ahol van a közelben olaj. Egy olyan helyet kellene találni. Spinosaurus befogás, az is egyébként jó. Ilyeneket nyugodtan egyébként. Nyugodtan lehet irkálni ilyen ötleteket. Nincsi, ez akartam nyerget, ahhoz pedig nekem fém kell, azért jöttem most el. Csak közben itt, itt érdekel lesz, hogy meg lehet enni a tonyást. Hú. Mi az? Hát... nagyba csinálom a krájókat. Ezt nyakam bugrik egy raptor. Ja. De a befogása majd elfogyasztása. Ja, ilyenre is gondoltam, igen, hogy... szabadon engedni egy dinót. És akkor ennek van a Lego változata, hogy ti mondjátok meg, hogy melyik dinókat engedjük szabadon. Azért az a Lego, mert félek, hogy a leghasznosabb állatot írnátok egy ilyen esetben, ha kinyitok egy ilyet. Szóval egyébként van, mondom, sok ötlet. Lovunk nincsen. Csak azért mondom, hogy... ja. Tök jó lenne, ha ti is írnátok egy csomó ilyen ötletet, és akkor... ezzel is egy kicsit így meg tudjuk spékelni a játékot. Na, Icsi nyerget akartam, ugye?
Hacsi, Én nem tera. tudom. Terát se fogtunk még amúgy. Hát, de hát az kis bánat. Mit csinyereg? A hide, flint, fiber, wood. Jó, a többi az már lesz otthon. Tuti fincsi a dodó? Hát nem véletlen halt ki szegény. Ott farm a kenguru mellé. Az a baj, a hódok nem csak amúgy tényleg egy jó hódvár. Várj egy a hódokkal, várj ki 100 fát. Na jó, nem annyit, de... Láncfűrészt. Ó. Ez még a régi bázisunk, olyan szép. Egy félig megépített fakuckó. Trodont? Igen, az is egy élmény lenne Trodont szelidíteni. Lesz a delfinünk, most éppen arra csinálom a nyerget, igen. Most éppen. Most éppen azon vagyok, ahhoz gyűjtögettem az alapanyagokat, csak valami még mindig nem elég, ahogy látom. Na, a kis bánatok már gyűlnek körülöttem, mindjárt meg fognak támadni. Fiber és hide kellene már csak. Szia, Anna! Jó. Nincsen nála... De itt van a hide. És akkor már csak a növényi rost kellene. Az nem tudom ki írta, de putő ötlet. A vakondos? Nem, a sárkányos. Nem, nem szép ötlet, úgyhogy... Mi bajod van a sárkányossal? Hát... Nem szép. Nem is értem. Nem tetszik, bocsánat. Valamit támad? Buta írta, buta ötlet. Majd ezt a támadás hangot is be akarom rakni. Hogy azt higgyem, hogy támadnak. Hát csak nincsen nálam sarló, úgyhogy... Várjál, a flipper támadják, nem? Ne, flipper ne csináld! Ne, nem ezért szelidítettelek. Meg, hogy hát, rátámadott a montákra. Gatya. Rárakom a nyerget és elmenekülünk. Húi. Elmenekülök! Engem nem bántott senki és semmi. Nem tudom valahogy kihúzni a partra ezt a bánatot. Mármint a montát. 13-as csak. Na verd meg. Az lesz. Támadja szegény flippert. Ja, csak altatós vesző van nálam, az nem jó. Ne bánysd! És jön a másik is. Hát, későn értem ide, bocsánat. Semmi gond. Mindegy most már, majd lesz egy másik, úgyis csak 11-es szintű volt. Szia, Benjamin, üdvözöllek. Légpárnás delfin, hát ez már... Ez már halott delfin. Milyen mondta, minek támad rá? Nem is értem. Most miért zavarta őt, hogy ott volt az a delfin?
Amúgy téged nem zavar ez a nagy brontosaurus itt a bázisunkon? Gondolkoztam rajta, hogy be lehetne témálni. Én arra gondoltam, hogy le kéne csapni. Mi? Hát brontó kell. Hanyas? 70-es. Van nálad stukker? Éj, hát azt ki kéne lőni. Stukker van nálam, csak nincsen hozzá szerintem altatós. Som, nincsen altatósom. Ajaj. Egy jó hiénát? Én az bánat. Még elrakjuk. Elmeteg, nem kell, hogy megálljon neked, Flóri. Hát nekem van 31 darab sima nyilam, altatós nyilam. Azzal nem fog ez kidőlni. Ezek nem kellenek, esse. Hát nekem van bőven altatós nyilam. Szia Réka! Meg vagyok, köszönöm a kérdést. Ezt megjavítjuk. És lehet akkor én elmegyek bogyót szedni, jó? Nem akarunk költözni inkább. És akkor hagyjuk ezt a brontot? Hát hagyjuk. Verjük meg azt. Költözünk. Tüskés bánat ki volt? Benne vannak a krájóba, azért van ott a loot. Ja jó. Azt hittem, hogy néha egy tüskés bánat szüttyőjét találtam meg. Megnézem majd, pont ma olvasgattam az e-maileket. Mit játszunk? Ark! Nagyon király kis játék. Meg is ölted? Meg. Izét akartam. Van már pufkánk. Itt a pufka. Csak nincsen bele lövedékem. Úgyhogy... Már mellé van craftolva, megvan nyilván alap dolog, csak... Igen. A narkó nincsen. Minek narkó? Hát majd az altatóshoz ő. Hát, de van amúgy. Nálad van? Mert itt a mozsárba sincsen, meg... Van életke. 68-68. Ah, megnézzük. Az megnézzük azt? Az, azt mondja Szili. Hát gondolom nem lehet rossz. Nézzük meg ezeket aztán, ja. Itt is nézd, amúgy milyen közel volt hozzánk olaj. Ó, te. Na várjál, hogyha már itt vagyok, akkor gyors kiszedem. Jó. Megnézed addig? Mit? A helyet. Megvárlak szerintem. Kiszedem a két kutat, aztán megyek én is. Tudod, mit kéne majd? Befogni úgy sarst, hogy csak a gyorsaságra rakni őket. Ilyen felfedező madárnak. Tehát, hogy tényleg semmi másra, csak így felfedezi. 48 darab olajat kiszedett amúgy. Ott még egy picit, hogyha előrébb repülsz, ott van egy másik, megnézed azt? Ki is vegyen belőle? Igen. Jó. Hú, ez barátságos környék itt a kardfogóakkal. Sőt, fel is szedheted a két kutat akkor, hogy költözünk. Hát, de még úgyis vissza kell jönni. Hát majd vissza, de akkor ennyivel kevesebb. Nincsen még igazából pontos helyszín, hogy hova szeretnénk majd költözni. Ez 54-et kitermelt. Hát ezt csak demolisolni tudnám, ezt az olajpumpát. Ezt meg kéne javítani, úgyhogy megtámadják. Hát én felszedtem. Én ezt nem tudom. Azt írja, hogy 2 percen belül tudnám javítani. Meg demolisolni tudnám. Magától nem támadták meg, az való.
Igaz, de úgy, hogy ott voltam, ugye ütötték. Aha. Igen, három darab volt. Hát jó, akkor ezért majd visszajövünk. Hát most menjünk, nézzük meg. 68-68. Hát ez amúgy itt van a közelünkben. Ahogy nézem. 60. Van egy vízesés, vagy mi van ott, nem? Valami van. Jó, nézzük meg. Igen, csak az kevés dolgot bír el, Gergő. Én azért nem szeretem a terát. Nagyon-nagyon, hogy fogalmazzak, tényleg ilyen kevés súlyt tudnak cipelni, és most valamit találsz, mondjuk egy dropban, aztán már nem tudsz vele kb. Hazamenni. Ja, azért gondoltam a sasra. Azért azzal meg is tudod valamilyen szinten védeni magad, meg tudjuk szintezni a sebességét, szóval... Nem rossz az. Hát nagyjából itt valamit Szili mondott. Ez nincs túl messze a bázisunktól. Hát én még úton vagyok. Itt vannak raptorok. Nem tudom, mondjuk pontos hát, ez a domb. Erre mehet? Hát igen, ez így fönt van. Inkább ilyen vízparti részt néznék. Megvárlak, aztán véleményezte te is, de az a raptorot nem nagyon nyugtat meg. Itt repkedek én is. Ez a raptor valahogy nem szé. Van rajta egy vízes is? A kilátás az szép, de... Ja, itt lesz, gondolom. Van egy kis tó mögöttünk, viszont itt is sok a bánat. Uh-huh. Az mondjuk nagyon szép kis tó. Ja, a másik oldalán. A hajtág, itt van egy ilyen kis vízesés. Meg vagyok, Lili. Nem streamelnék igazából, hogyha rosszul lennék, úgyhogy szerencsére minden szuper, meg minden rendben van. Ha nem vagyok jól, akkor általában imut szokott streamelni. De nem mindig jelenti ezt, hanem kell aggódni, hogyha imut látjátok, csak... A karimás. Látom, itt vannak cuki állatkák. Megy rád. Vigyázz! Igen. Vigyázz! Na gyere ide, te bálna. Túléled? Ó, reggeli volt. Na. Hát nézzünk körbe még szerintem azért. Nem, mit találtam? Bár ez túl nagy költözés nem lenne, mert jó formán. Majdnem, hogy a bázisnál maradtunk. Mantis nyereg. Na. Allosaurus nyereg. Na. 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 Ne, menjünk valami, nem tudom, szép helyre, meg mondom, legyen ilyen olajkút, mert sok olaj kell. Uh-huh. És akkor valami olyan helyre kellene, ahol van. Hát csak azt honnan tudjuk, hogy hol van olaj. Hát repkedünk, azt keresünk. Na. Van egy redwood. Ami valószínűleg tele lesz tilakoleókkal. Csak hogy jó legyen. Pizza. Szia, Adam. Igen, mi is. Most így visszarázódtunk a játékba. Szeretjük nagyon. Ez itt. Itt pont a Redwood alatt. Nézem. Hogy mi ez. Itt ez hol a vagyok? Tavacska? Igen. Mennyi ez? 75? 55. Itt vagyok szerintem én is. Itt van egy ilyen textegó, meg egy brontó mászkál a parton. A brontót látom. Á, látlak. Igen. Aha. Szép igazából ez is.
ez tök szép. Mert itt nem tudom, mondjuk a vízi állatok mik vannak benne. Hát... Meg kéne azért nézni. Ó, itt van vas. Ó, jövünk ide. Van egy elég nagy vas ilyen kitermelőhely, ahogy látom. Éj, hát ez bánt. Micsoda? Ez az éj, bánatos. Mi ez? Mi bánt? Hesperonis. Hú, mondjuk az jó. Az cuki. Nem, az izé érdekel, hogy van-e benne olyan ilyen vízilény, ami... Nem látok. Bánthatja mondjuk a mi vízilényeinket, hogyha ide hozzuk őket, mert... De fogunk egy izét, spinót, vagy egy krokit, aztán izé, hagyd szóljon. Izé van itt. Saber-tooth salmon. Ahogy látom, kb. Egyedül, mert hogyha mondjuk, érted, itt nincsen manta, akkor már most jobb, mint a jelenlegi. Ó, te bánat, hát hagyjál most... már békén. Igen. Most egyelőre ezen a pályán szeretnénk játszani, meg ezt szeretnénk többé-kevésbé végigvinni. Aztán majd megnézzük szerintem. Van még egy szép tó közepén található egy sziget. 80-67. 80-67. Olyan, ja igen, mondom, azt láttam szerintem, amire gondolsz. Ezt már felfedeztem. Olyan terület kellene, ahol van is olaj, meg hogyha venni kell valami nyersanyagért, akkor ne menjünk kilométereket. Nincs piranya. Az mondjuk jó. Nem, a manta például ott a folyóban az nem tetszett annyira. Hát nekem ez a kis tó, ez itt tetszik amúgy. Jó éjszakát annak, aki megy. Vissza tudjátok majd nézni. Hát az biztos, hogy kell majd a flaxet. Nem is értem úgy eddig miért nem csináltunk, de... Szép ez a Redwood is, csak... Költözünk mocsárba. Nem tudtam, hogy szeretsz öngyilkos lenni. Amúgy tényleg az is jó hely volt, ahol témeltük a sast. Csak az meg nagyon fenn volt. A vízpart az kell. Hát ott az izé is volt. A hódok is ott voltak, ott van víz. Jó éjszakát, Anna! Ezért, a melyik toronynál volt? Valamelyik torony mellett, nem? Zöld talán. Mert rész vagyok, bementem a Redwoodba, hát. Ez is egy tök szép hely. Itt vannak a sárkányok is? Ugye nem. Maci! Kristály! Szedjek kristályt? Szedhetsz, mert elhasználtam mindet. Költözünk izé, közel a havashoz. Na ebből meg már volt mushroom! Most ez így hogy? A Redwoodban lévő kristályból lesz csak mushroom. Ez mióta van így? Mindig vas van. Na már most nem bírom. Még itt találnék olajat is. Milyen jó lenne. Gyere ide, madár. Nem fog ide jönni, mi? Madár. Madár. Kóla. Csak a kristály meg a gomba nem én mondtam. Vagy de én mondtam, de nem úgy mondtam. Na. Stilakoleó gondolom itt van, úgyhogy azzal vigyázni kéne. Szeretném folytatni, Letti. Remélhetőleg a héten lesz is rá alkalmam. Most jött ki hozzá egyébként egy update, úgyhogy... Mindenféleképpen jó lenne majd elővenni a játékot és befejezni, meg akkor megnézni a újdonságokat benne. De pont imut tanúsíthatja is, hogy mondtam, hogy szeretnék játszani a játékkal, meg úgy volt, hogy ma játszom vele 3-tól 5-ig, csak aztán el kellett mennünk bevásárolni, mert üres volt a hűtő. Úgy van, tanúsítom.
Úgyhogy szeretném. És örülök egyébként, hogy várod belőle a folytatást. Mert amúgy tök király... Pizza. Tudod, mit találtam itt? Na. Szerintem ez mit? Nem széhely. Mit találtál? Nem tudom meg. Vissza kell néznem. Sárkányt. Íj! Azt hiszem, ez Zsömikének a kedvenc helye lenne. Ne, pók vagy sárkány, vagy mi van ott? Szerintem pók. Menj be, nézd meg. Várjál, először egy kis staminát. Aztán utána megnézem. Itt is van egy nagyon szép tó, azért Redwood közepén. Én nem szoktam Fortnite-ozni, úgyhogy max ha poénból úgy adódik a kedvünk. Itt vannak a pókok! Költözünk oda. Tök jól néz ki. Wow, azt figyeld, milyen király, itt egy T-rex bepókálózva. Ó, oh, valami rám megtámadott. De nevér. De nevér esett. Elrepültem egy cica mellett? Nem, nem vettem észre, de örülök neki, akkor sikerült elrepülnöm mellette. Vagy a cica sem vett észre téged. Igen. Ez aranyos. Ez aranyos ez a terület. Zsömikével együtt játszanánk, azt mondanám, költözünk ide, és akkor tuti nem lopna az felszereléseinket, mert nem jönne be ide. Nem biztos, mert nem játszana velünk, ha ott laknánk. Igen, azért mondom, hogy akkor... Mondjuk akkor nem is jönne föl, mert nem lenne alapanyag. Vannak sasok. Jó sok sas. Ez is tök jó hely pedig. Mi a pókos? Nem, a Redwood közepében van egy tó. Hát közel, csak a Redwood közepe. Hát jó, de tó. Közel lenne a havas is. És ami kidobná a gépét az ablakon, az biztos. Nem, most először fedeztük fel ezt a területet, úgyhogy nem hiszem, hogy bárki megölte volna. Már mit? Nagy pókot, azt írják, van lent nagy pók. Holnap nem, lesz valami? Csak... Hát szerda leginkább, de ha streamre gondolsz, biztosan lesz valami, csak még nem tudom micsoda. Sose jártam ott, úgyhogy nem tudom. A pókot. Holnapra még nem írtunk össze semmit, ugye? Estére összeírtunk, nem? Vagy az nem holnap estére van? De azt hiszem. Mindjárt megnézem, úgyis készültem kifele. Nem akarok itt leszállni. Nem értem, miért olyan barátságos területeken vagyok én is. Minden harcol mindennel. Felébe Redwood közepébe vagyok, úgyhogy... Nem szeretnék leszállni. Lesz, igen. Livestream. Minden nap van egyébként. Ritka az, hogy nincsen, úgyhogy... Sokat vagyunk élőben. Sokszor megtalálsz itt, főleg ilyen délután esténként, de lehet, hogy hétvégén lesz olyan, hogy délelőtt is leszek. Nyáron ugye volt ilyen, nem is egyszer. Ó, köszönöm szépen Bence a csillagokat. Gyakran levegőzöli muhallod? Micsoda, hát majd még eddig meg is mentem. Nézd ma oda. Ja, eltelt egy óra, aztán még nem mentél. Az én mondom, hogy... Nézd ma oda. Nézd. Én mondjuk csak örülök neki. Azt gondoltam. Jó, tetsz az egészségedbe. Egészségednek ez az árka, úgy érzem. Nem. Dehogy nem. Hú, az ott mi az ott? Mi az ott rózsaszín? Ó, micsoda izé van itt. De szép. Jaj, súr. Szünetben egy 24 órás stream. Őrszi szünet? Nem hiszem.
Mondjuk az októberben van, mi? Nem. Max egy 12 nem órás, a 24 óra az nem... Szüni-müni, mindjárt olyan jó. Niagara? Fogod, hogy lehet befenni egy picit házat, egy-két hét megjelenik az első, aztán nem tudod kiírteni. Úgy-úgy. De szép ez a fa itt. Én ide költözök. A fára. Erre a kis fára. De jó ez a kis íze is. Itt tuti lehetett volna szerelmes halat fogni? Én hát holnapra egyébként mennyi van beírva, vagy hát terve. Jó. Estére, hogy a többi az mi az kérdés. Jó. Válaszoltam, Iringó, a kérdésedre. Szép helyet addig. A streames kérdésedre. Kártyatip játék független, imúl egy doboz levegőjét feldarabolni, kukába dobni. Ez jó. Ezt adom. És itt a pálya széle, jó. Remélem, itt nincs cica a környéken. Le kell, hogy szálljak. És nem örülnék, hogyha egy cica lerántana. Tudtok segíteni a leányzónak? Hogy mit mondtam neki? Esetleg valamelyik moderátorom le tudja írni, hogy lesz holnapi stream, meg minden nap, és így ennyiben. Szerintem akkor tudtunk neki segíteni? Hogyha nem hallja. Van egy valami ilyen vártörmelék, azt is mondtátok, ezt a város területet. Nem tudom mennyire biztos. Mekkora majom! Mekkora majom? Lehet tisztelegni a majmok előtt. Én majd ide fog költözni a majomhoz. Te vagy már a gorilla? Nem. Tudod ki a gorilla? Jaj! Mi ne! Történt? Ne! Mizé? Mi történt? Leugrottam a izé, sajszó véletlen. Jaj, azt hittem izé. Macska. A macska rúgja meg, nem, leugrottam a sasról, aztán azt hittem, hogy belehalok. De jó ez is. Szép ez a terület is. Csak nagyon a pálya széle. Valamit keresünk. Mondom, lehetőleg olyat, ahol van olaj, meg az se baj, hogy a közel a havashoz. Jó. Hát félj, most itt körberepülöm a környéket, aztán... Lábon kioldott egy infarktust. Jó az. Egy izét be kéne amúgy készítened, egy ejtőernyőt. Volt. Amúgy egy ilyet is lehetne csinálni. Ilyen kártyát leugrani jó magasról ejtőernyővel. Nem, hanem amikor beírják, hogy akkor most ugorjál le. Lényegtelen, hogy van-e nálad vagy sem. Hát akkor tuti fog... Press F. Igen? Akkor tudod, hogy innentől kezdve, hogyha az berakjuk, mint kártya, nálam lesz mindig. Egy ernyő. Az a baj, hogy nem. El fogom felejteni. El fogom felejteni, és nagyon csúnyán meg fogom járni. Hát...
Ti a hanga. De amúgy ez vicces, azt majd mindjárt be is írom ide a kis textembe, hogy semmiféleképpen se felejtsem el. Menni kell, akkor menni kell, hát. Ilyen ez. Na, a terrorbőrdök ott rohannak, szegény kis izét. Nem, a terákat kergetik, hát ezek hülyék. Valami ritka bányandi bántoskodik, meg kell csikizni, mivel is működik. Na, na imú nem olyan csikis nála, ez nem jó. Viszont ezt az ejtőernyőset, ezt beírom. Vagy hát ugrást. Egy ugrás, hopp! És még egyszer, hopp! Így beírtam, hogy ugrás, ejtőernyőt tartsak magamnál. Ilyen kis side note magamnak. Side note. Igen. Hát csalás. Hát csalás, csalol. De már most egy öt még pluszba jött, mint ötlet. És lesznek azért itt jók, lesznek azért itt jók. Érzem én. Szabad esés. Imu énekeljen X percig kártya. Nem. Jaj, de kis egyenlős jó mondja. Az nem úgy működik. Hát de nem, nem, de nem, nem. Dehogy nem, majd elkezdek neked nem. Valamit, aztán tolod. Dehogy is. Én mondjuk a kék pettyes. Nem, látod? Semmi. Na, és Pimpimkin, édi kis haver. Nem, nem, semmi. És nem kirándul veled? Nem. És a közben nem énekel? Nem, felőlem fejre is állhat. Szegény! Tarkon vágom, azt mehet a bugrácsba. Szegény! Pimpivel nem viselkedünk így. Hát, így ilyen ez. És Jóci-Boci szülinapjára azért elmegyünk. Az meg egy jó nagy bánat. Neked minden bánat. Tudod, hova rakott piros masnit? Hova? Hát nem Pimpinek adta. Nem akarom tudni, mire gondoltál. Pontosan tudom, mire gondoltál. Jószorosan kössék meg azt a piros masnit. Jószorosan, úgy. Na, találtál már valami szép helyet? Még nem. Na úgy majd akarok igen ilyeneket is, hogy mit tudom, rímelve beszélni, vagy eszperente nyelven egy fél percig, tehát hogy nyilván vannak ilyen ötletek. Kódba egy ilyet, egy percig csak eszperente nyelven lehet egymással kommunikálni. Hm? Ehem. Nem? Ehem. Ehem. Egen. Bece, bece, terke, se fele, se ferke. Ej, az anyámat! Három tábla fejér csöket, ezek nem kihívás. Ej, meg amúgy ezt kipörgetnétek, és izé lenne egy ide után. Gurúná. Na. Azt figyeld, mit találtam. Borospince. A fehér csak is ezt tetszik. Itt építkeznünk se kell, azt nézd meg. Ide le tudnánk pakolni mindent. A fehér csak is az nekem azt tetszik, írjuk már fel. Nem. Na, még egy öngyilkos delfin. Nézd, mit találtam. Nézem, mit? És ezért, ó, én szebbet építek. Na. Nem bántásból. Ez nem kell falat építened. Ide behozzuk a dinókat. Dino. Nem de lehet. Kaput akkor is kell oda tenni. Hol vagy? Térképen? Nem akarod tudni. Nagyon távol mindentől sajnos. Sokáig voltam távol. De mondjuk ahhoz közel van ezért, havas. Hát annyira közel nem, fenn van éjszakon a havas. Ajaj, kis Rigó megint izé vásárolt egy ládát.
Így nem bír magával. Így! Mi az izé, Carfiol? Ja, itt más izé van. Hát úgy voltam vele, hogy itt más lesz ugye a ládának a kinézete. Közben ott kis mamut készül a sarokba. És ez ilyen, ezt találtam, hogy árkhoz a legjobban passzol. Nem Carfiol egyébként, hanem növény, ilyen... Izé, dzsungel. Dzsungel! Méhecske. Kaptam egy T-rex üvöltést. Kicsit megijedtem, mert ugyanez a hang a fogjunk be egy T-rexet kártya. Köszönöm egyébként, kis Rigó. Láttam egy helyet. Mennyi ez? 35? 32-nél. 35-32? Aha, ilyen kis letisztult. Itt a tó mellett. Itt a tó mellett. Közel a havas. Hát én most itt körbe repülöm a pályát, de... Megnézem mindjárt, jó? Oda megyek, arra fele megyek most úgyis. Jó. Másik kártya tojáslopásos volt. Megint tojáslopás, vagy azt játszottad el? Kövi Arkstreamre, akkor még szerintem egy... Hát legalább 6-ot, de igyekszem minél többet hozzáadok. Mondom, Discordra, hogyha még nem csatlakoztatok, akkor ott van egy ilyen kártyaajánló szoba, oda lehet írni egyébként, hogyha most a stream alatt nem is jut eszetek be, de mondjuk, tudom én, este, vagy zuhanyzás közben, nekem mindig zuhanyzás, sőt, közben jönnek egyébként a jó ötletek így, mit kéne csinálni Lána, videóban. Hát, igen, mert egy óráig fetrengsz a kádba, úgyhogy... Na! Megértem, van időd gondolkozni, van időd. Nem, nekem mindig akkor jön a jó ötlet. És még egyszer, hopp. Szóval ott a kártyaajánlóba meg tudják. De, csak szeretném, jól megfontoltam megnézni. 32-32, azt mondod? Ott van olaj? Hát nincs, de most repkedek még én is. De ez egy szép hely, mondom, itt a tó, közel a havas. Értem. Annyi. Én az előbb amúgy majdnem meghaltam. Így az anyámat. Hát mondom. Nem csoda, hogy jönnek az ötletek, van ideje. Éted. Na. Megnézek két évadot, megnézek a kis filmemből, mire eljutok addig, hogy mehetek én is pancsizni. Dehogy is! Dehogy nem vagyok, egy 15 percet fürdök, Max. Hát de tényleg. 15 perc. Számolni fogom. 15 perc pihi. Az nekem is kijár az a 15 perc pihi. Hát, dobjam. Ne. Mondanám, hogy hang vagy, de ne. Ja. Igen, mindjárt megpusztul a madaram. Mikroraptor, a bálat elvisz. Azok jók. Egy kics alaj. Szoktam is jól. Nem mondom, nem találok olajat. Csak raptorokat. Jaj, most esetleg, hogy mit mondtál. De rossz vagy. Miért? Megkeresem a olaj? Igen, az olaj, az olaj. Nem mondom. Szóval 32-32, ugye? Hát köbő. Ez itt ilyen gejzíres terület. Gejzír? Gej. De itt nincs olaj, úgyhogy... Itt amúgy tuti lesz, ez olyan területnek tűnik, olyasmi, mint a fölöttünk lévő. Ilyen éghajlati viszonylatban legalábbis. Látom, folytatták a gondolatmenetet.
Jó. Rendszer jobb klikban. Jó. Köri. Köri bánat. Nem. Annyira sok izét nem eszel. Fehér csokit, hogy dagi legyél. Azt nem. Azt sem tudom, mikor ettem utoljára. Tegnap. Olaj ott van, ahol a dinók kihaltak egyébként. Van ebben valami? Most mehet a... Uff. Van ebben valami? Itt tudja, hogy lesz. Még van kristály is. Úgy döntöttem, hogy lesz. Valaki kiabál. Több szék... Tök szép kis vízeső is, ez nekem tetszik. Tök szí. Meg van vas. Hol vagy most? Kérlek szépen. 40 és... Ja nem, 45 és 40. 43 és 40. Gyere 40-40-hez, azt megtalálsz. Ott már voltam. A kis vízesésnél? Hát a térképen egy kicsit fel van belőle fedezve, de pontosan ott valószínűleg nem voltam. Amúgy itt is van egy kis vízesés, de itt már fagy van. De ez nagyon szép, és itt csak izé van, hópihe. Még hulló csillag. Kívánj valamit? Jó. Mi ez? Semmi, kívántam. Ja. Szépet kívánta? Ike. Na. Úgy de sötét lett. Nyisd ki a szemed. Nem látok. Mondom, hogy nyisd ki a szemed. Várj, gombával letettem a madarat. Na. Attól lesz baja? Nem tudok róla. Mi ez a nagy izé? Nem fog meghalni. Ködét. Mi van itt köd? Hát mert ez néha szokott olyan lenni, nem? De csak egy kis területen. Itt egy barlap, barlap. Sziasztok! Szép estét annak, aki most jött. Most vagyunk egy másfél órája játszunk, de jó ég, hogy fel se tűnik amúgy ebbe a játékba. Annyira bele tudja magát élni az ember, meg annyira hamar elmegy az idő. Köszönöm szépen, Jancsi. Hogy így gondolod. Jó lesik. Szerintem minden tudsz, mondj már nekem egy olyan szép helyet, ami szép, van vas, meg van olaj, és közel a havashoz. Na. Feladtam a leckét, ugye? Jó, sötét lett. Egy is igaz. Na. Ne lopd a dumám. Ne lopd a dumám. Ne lopd a dumám. Ne lopd a dumám. Midet? Dumám. Azt más értettem. Más értettem. Mit kuncogsz? Valamit kuncogsz? Mit kuncogsz? Valamit kuncogsz? Most tényleg utánozol? Most tényleg utánozol? Na. Na. A majom utánoz. A majom utánoz. Na mi van? Na mi van? Felnőtt emberek vagyunk. Felnőtt emberek vagyunk. Igen. Igen. Nyeregre. Fákját. Nem, Man. Össze lehet kraftolni? Nem lehet, ez össze lehet. Ó, mi? Ez mióta van ilyen? Hánozni mutat percig. Hát akkor folyamatosan kimennék levegőzni. Öljél már le, azt rohangálj! Te rohangálj-e!
Igen. Köszönöm szépen, Péter. Utána az Andit kártya, na! Köszönöm szépen! Tessék! Mit szemtelenket? Most nagyon szemtelenket! Hihetetlen vagy! Hihetetlen vagy! Na! Na! Szóval melyik vízesés előtt megyünk? Én már eljöttem onnan élet. Az 40-40. Jó. Imádom, mindig mondasz egy koordinátát, mire odaírek, már nem vagyok. 40-40 vagy te! Te vagy már 40-40. Nem. Nem. Te. Ahhoz még kell néhány év, hogy 40-40 legyek, de nem. Hát sok nem. Tessék! Mi? Hát 12, még 28. Hm? Nem? Ja igen. Mennyi döglött hal van itt a parton. Hát, pedig éppen csak beletetted a lábad. Ez a te lábad volt szerintem, vagy nem is a lábad. A night food itt, a sok sült krumpli. Hajjaj! Na, ha valakinek nem tetszett, mert nyomja a dühítőt, te bánat! Lehet, te neked volt benne a lába! Lehet, hogy az ő lába volt benne! Dühös! Az összes dühítőnek a lába ebbe a vízbe esett bele. Megvan már 40-40? Hát... Nagyon beteg a sosod, mi van vele? Igen. Tudod, hogy ezért lábattól szédeleg. Sem de lábattól szédeleg, meg annak, aki a dühítőt nyomkodja. Ha már most nem nyomkodja. Ma lerohadt a lába. Vagy elment lábat mosni. Rájött, hogy büdös. A dühítő bánatok. Na, ezt megfejtettük. Na, mindentől kezdve, aki dühítőt nyom, annak büdös a lába, csak hogy tudjátok. Ennyi. Meg kicsi a... Lábúja. A lábúja, pontosan. Nem bántásba, nem én mondtam. Én mondtam, én voltam. Na, véres a madaram. Tudod, mi történt? Igen. A dühítőnek büdös volt a lába, ezért a sespele szédült. Nagyot zuhant és sebződött. Igen. Ez is a dühítőnek a hibája. Á, itt van ez a kis izé. Ez amúgy jó, csak nagyon nekem... kicsi terület. Jó, aki szívet nyomkod, annak feljed. Finom illatos lába van. Igen. És hatalmas szíve. A szíve, érted? Úristen, very big szíve van. Na, mondom igen. A következőt. 20? 60. Te most amúgy szivatsz engem? Nem. Hú, erre kis Rigó. Köszönöm szépen a vásárlást. A karalábét. A karalábét. Kipörgetni a fogunk be egy tirexet. Zöldséglevet csinálunk belőle. Hogy levet? 20-60. Megyek már. 20? Te vagy már 20-60. Inkább 60, mint 20. Kis Rigó szeretne egy dodót? Hű. Jó! Visszaérünk a bázisra, fogunk egy dodót. Neked adjuk, viheted. Gabút viheted. Gabó ebben már beleegyezik. Hát nincs itt úgy, hogy nem tud tiltakozni. Gabó a tiéd, ezen már hivatalosan is megnyerted. Köszönjük, viselt gondját! Pénztártó való távozás után a reklamációt nem fogadunk el. Szegény! Azt mondja, akkor cancel that! Better luck next time. 20-60! Megyek már, ott nincsen dodó. Látom, ott tűz, azt nézel ki az évő. Látod azt a minámat? Hát na látod, nem látod. De te mennyi dodót fogni élet? Annyira megsértettük? Hogy hát, most mi nem már nem is sértettük meg. Csak... Lehet, hogy megmosta.
Hopp, ott volt egy dühítő, láttam. Még egy dühítő. Még egyet nyomsz össze, vagy egy centit a kis... Lábujjad. A kis bögyörő összemegy, vigyázz haver. Amúgy tuti Janika nyomkodja. Elgyed meg neki. Az anyámat. Csak Jancsi, nehogy magára vegye, nem rád gondoltam Jancsi, hanem Janika. Janika Jager Janika barátunk. Ő szokta. Amúgy. Tuti. Gábor, köszönöm szépen az ajándék előfizetést. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Na most megint kezded? Most megint kezded? Most engem felvesz? I follow you. Tudtam. Hol van Dodó? Anyámba. Mi van veled? Nagyon izé meg vagy most kergülve. Meg vagy kergülve. Nem találok egy jó helyet, költözünk ma a picsába, így lehet, hát... Várjam, a madaram nem repül. Hát büdös annak is a lába. Miért nem? Hát most mondom. De nem repül a madara, mit repül? Mármint, hogy egy helybe áll, nem tudok rá... Lehet szerver, vagy mi történt? Nem, nálam jó. Most mi van a madarammal? Ide kakált, és most itt repül. Nálam jó. Én nem tudok felszállni a madaramra. Ez mi? Köszi, Cartman. Nem, én jövök neked. Akkor szívtál a tiédből, de majd holnap visszaadom neked. Hát hallod, nem vesz magára a madár, én betoljok. Hát lehet, hogy neked büdös a lábad. Neked büdös a lábad? Hívd arrébb. Majd most meg. Miért nem szár rá? Mondom, élet, menj bele a vízbe egy kicsit. Segíteni fog. Operation Zone, a bejárat előtt itt nem lehet felszállni madára. Áááá! Ja, hogy azért dobott le, oké. Okay. És itt már felszállok? Azt, hogy a büdös a lábam, azért nem hiszem, most már jó. Megmostad egyből jó? Te vagy már, megmostad. 46 van, azt mondtad? 60. És te tudtál repülni? Én, igen. Hát jó, megnézzük. Csak kell egy dodó. Jött a kövelca! Itt van is egy olaj. Egy olaj? Ez, igen, ez már havasban van, de itt egy olaj, és ez tök jó lenne. Közelbe. Van rám itt sok minden. Ó, de jó az a kis tavacska is. Sok szép hely van egyébként ezen a pályán. Ott van a sárkány velem, király. Jó van, Cartman, megbeszéltük. Nem, Szoptató Judit nem felejtjük el. Erre vagy élek. De szép Archie. 20-60. Itt a tónál? Itt a tó. Már mindjárt, igen. Egy darab olaj! Hol? Hol? Nem, csak te lettél ilyen olajmágnes. Igen. Én vagyok. Ewing. A híres olajmágnes. Mitje? Hát muszáj, mert van bánat ez a pálya, alig van olaj. Ott megint szaporodnak a mamutok. Imádom, ide jövök a környékükre, és egyből leszállnak egymásról.
Imunak van TikTok. Ma csináltam oda neki aranyos videót. Side note, én csináltam, Imun nem is tudott róla. Igen. Mármint, hogy azt a videót feltöltöm, mert azt már nem is van, egy jó hónapja, hogy felvettem a telefonommal. Aztán... ja. Nem meglepetés. Önöknek szól. Na, itt vagyok most. Na, ideje nem állni. Tetszik? Mi? És nem tetszik? Itt havas. Hát nem pont ott, de ott a tó mellett. Nem, nem rossz egyébként. Itt, hogyha körbe repülsz, biztos van egy olyan szép kis pont. A havas fele van a, az az egy darab kis olajka, amit mondtam előbb. Itt valahol a tó mellett. Szerintem tök jó lenne. Itt van egy kis vízesés is. Szép egyébként nagyon ez a terület. Mondom, közel lenne a havas is. Kell egyébként nekünk közelbe a havas? Nem feltétlen, de nem tudom. Jó, hogyha közelbe van, nem? Ah, látom, itt vagy. Megérkeztem. Ott fent, ahol jön a drop, ott van a olaj. A sárga, balra. Aha. Hát egy egyébként szerintem jó kell, hogy legyen. Tehát, vagy, hogy annyira esetleg... sok olajra nem lesz szükségünk, nem? Hát azért kell. Vagy bízom, elmegyünk ugye érte, hogyha úgy van. Ha van egy gyors bánnám repülő madarunk, akkor igazából nem olyan vészes. Nem bánnám, hogyha lenne a közelünkbe, bázis közelébe. Hát van egy a közelben, meg van ott a régi bázisunknál egy csomó. Az messze van. Annyira nincsen messze. De ez, is, ez a vízesés is tök jó. De amúgy ez szép környék. Azt nem tudom, hogy milyen vadállatok vannak itt a környéken. Itt ott az unikorn is. Vagy ez csak ló? Most itt hagytál. Jó, bocsánat, azt hittem unikorn is látok, de ez csak ló. Nekem tetszik itt ez a kis vizé. Van külön barlang is, ami tele van olajsziklákkal, azt írja Norbi. Ezen a pályán, a Valguéron? Hol van az? Hát a barlangban meg oda megyünk, azt jó meg leszünk. Ölve. Szva. Megtaláltam az életet, karmosodat, amire rá lehet csüccsenni. Fönt a Redwoodban volt egy csomó. Üres barlang, azt írja Norbi. Ó. Úgyhogy nem is kell neked a Kitty nevű bánat. Pedig az aranyos. Na mi legyen, ó, itt is van lent egy tó, nem? Vagy itt már hideg van? Szép egyébként. Voltál itt lent? Élet. Nem. Pálya bal oldalán? Hol? Merre fele? Jött egy gyuti. Mert most így eléggé bejártuk már szerintem a pályát. Csak ott egy gyuti. Az annyira nem kedves. Gyuci Rannosz. Anyás, mindjárt megbántom. 27-es. Megöljük? Uvajá, hát kell egy izé. HP? Az én madaram beteg, félig van a HP-ja. Ádám, meg ma nem mindjárt megeszed a jutét, az jó lesz. Milyen volt a nyári szünet? Jól éreztük magunkat, jó volt a nyár. Jó volt, csak nem akartam visszamenni suliba. Nem-e? Gyere, Juci. Jucika? De ez csúnya lesz, ha rád kiabál. Nem fog. Tessék. Valóban nem kiabált. Szegénynek nem adtál túl sok lehetőséget. Valóban. Én viszont gyorsan iszok egy kortyot, úgyhogy felszállok ide a magasba. Pillanat, mindjárt adom vissza a kamehát. Melyik? Brész tetszett élet, majd. Mi? Miből? Hát, ahova költözünk. Ja, jó ez a környék is. Menjük még, mutat egy tavat. Mindenféleképpen víz mellé kellene költözni. Bántanak közben, csak iszok is.
973. Mindegy. Meg vagy? Hát bántanak. Hát eljöttem életke. Jó, most már... Mert meg... Meg tudom védeni magamat, amúgy tök szép sors, csak... Bántott. 55-15 az olja kép. 55-15. Hát ez itt van a közelben. Nem nézzük meg? Hát de... 49-19,6. De az fagyosba lesz, vagy hol van? 49-19 a barlang. Hány éves vagyok? Hát... 27. Hát a pálya másik végén van. Nem? 49-19,6. 55-15. Most akkor melyik? Ja, de tényleg jó. Jogos, jogos. Rosszul néztem hirtelen a koordinátákat, aztán megörültem, hogy itt van a közelbe. Most akkor hova megyünk? De hát sem nézzünk már valami helyet, élet. Jó. Ahova költözünk. Nekem ez tetszett, amit itt most kinéztél itt a havasnál. Az a kis tavacska? Mhm. Tuti? Mhm. Biztos? Igen, ez volt a... Ez a 20... 2060. 2060 környéke, igen. Ez a kis kör alakú. Mhm. Mindjárt itt még mutat egy tavat. 30-80-nál itt körbenézek. Aztán... Nem, én már nem iskolázok, csak imu. Igen. Most megyek 8. osztályba. Illiet? Hát? De amúgy én is megy csak 2 napig. 2 nap múlva már 28 leszek. No! Minden. Erre varjál gombot. 12. Azért én mondom. Kiestem a szerepből, bocsánat. Itt egy olajkút. És itt van egy tó is. Ez még szebb, mint a másik élet. Hol? Hát ide költözünk. Hoffa? 30-80. Szerintem ott már jártam. Azt mondták, hogy az veszélyes. Nem baj, szeretünk veszélyesen élni. Ez nagyon szép hely élet. Ott egy karmos bánat, meg egy Tech Raptor, de... 73, jó hely. Az havasnak nem tűnik, az nem hiszem, Szili, hogy most nekem jó lenne bőrruhába. Igen? A élet, ez nagyon szép hely pedig. Jó, hát megnézem. 10. Hát figyelj, ha... Mit mondtál? Itt alattad. Ez? Ez. Mondjuk itt sok a fa. Meg itt van, mondom, a olaj is. Költözünk ide? Hát nekem ez nagyon tetszik, de hogyha neked tetszik a tó, akkor maradjunk ott. Ez is egy kis tó, ez is tetszik igazából, itt egy tekraptó. Igen, más nem, beépítek ide a közepére. Aztán annyi. Hát jó. Mondjuk itt izék vannak, meg a neurák, meg ilyenek. A tó közepére egy kis vigyilót, mit szólsz? Az amúgy jól néz neki. Ilyen kis téggel, hogy is téggel lehessen bemenni. Csak a dinókat hova rakjuk? Érted, hát egy is oda, húzzak neki tirexet. Nem tudom, elkerítjük. Közel a mocsár. Mi ment ott, egy tape? Jó, igazából ha. Ez a környék is szerintem jó pofa. Ú.
Én viszont hazamegyek, mert kis Rigónak még be kell fognom egy drót. Jó. Menj már, de jól néz ki. Mikor lesz a szülinapom? Szeptember 9-e, hajnal 12:30. Itt vagy még a közelbe, élet? Itt vagyok. 35-90. 35-90. Megyek. For those who have ascended. Itt egy tape. Igen, azt én zavartam el az előbb. Szegi? Mit találtál? Hát igazából úgy egy nagyon... Semmit. Egy nagyon szép kis hely, meg egy oltár, vagy nem is tudom mi ez. Itt is van majom szobor neked? Nem, itt nincsen majom szobor, itt egy ilyen... Lent vagy fent a hegyen? Lent, a vízesés mellett. Itt ilyen kis cukik vannak, a eperkék. Hája, feljövök, hogy... Itt vagyok. Hol? Itt a oltárnál. Látom, aha. Milyen jó kis hely már. Nem tudom, azok a sityakok felszúrva egy potra annyira nem. Mi? Tök menő. Tök menci kis hely. Egyébként szép terület ez is, igen. Szép virágok vannak, szetetszeken virágot. Na. Na jó, én viszont én most már visszamegyek a bázisra. Jó, jó lesz itt akkor nekünk, vagy menjünk a maradjon a tó? Hát, legyen víz mindenféleképpen a közelbe. Mert szeretnék ilyen delfinizéket, meg ilyesmiket. Azért gondoltam ezt, vagy a másik tavat, hogy víz az legyen, tehát az kell. Jó, igazából szerintem jó. Jó az most a 20-60 is, meg jó ez a vízesíses rész is. A 20-60 talán azért lenne jobb, mert ott nagyobb a víz. Meg na, hát közelebb van a pálya közepéhez. Az ami volt a baj? Ne, hát a 20-60 az kicsi. Ez nagyobb, ahol most vagyunk. Igen? Igen. Akkor legyen az, amit szeretné. Na, nem segítesz. Hát... Van kristály is. 20-60-nál a tónál viszonylag békés a környék, azt írja Norbi. Azt néztem, hogy ott nagyon, nagyon semmi nem volt. Jó, legyen az. Furcsa itt a textúrája a kőnek, mint hogyha nem lenne teljesen kész. Kellene még viszont akkor sas. Még költözni. Egy? Hát költözni kell. Fogjunk egy be akkor egyet. Vagy kettőt. Most dodózol. Dodózok, és utána sasozunk. Jó. Szerintem az úgy... Lehet, hogy akkor a mai részben már pont nem fog beleférni a költözés, vagy bele fog szerinted? Hát én nem bánnám, hogyha sikerülne átpakolni. Legalább átpakolni, nem? Hát igen, igen, igen. Valami kis ideiglenes bódét, aztán annyi. Nagy csend beletté. Nem semmi? Nem semmi. Itt a mocsár. Ne lehetne lopni itt. X virágot. X vegyszert. X vegyszert. Elmeteg, azt is megeszi a kenguru. Itt vannak a kedvenceid. Melyik? Van annyi kedvencem. Hát a egyik nagy kedvenced.
Béka, béka, brekeke. Kapracukusz. Nem az volt? De. Hát imádom. Ezért én még nem is láttam ebbe. Van alfa? Van. Én már öltem alfát. Hey, de jó vagy. Hey, egy Rex! Jaj, szakát, Norbi. Köszi, hogy itt voltál. Ez kis picike. 30-es. Régi helyet kihagyjuk Albiba, úgy. Hát. Igen. Ez is tetszik, ez a hely. Picit van lejjebb csak. 30-70-nél. Tetszik. Tetszik érteni? Úgy érzem, több bázisunk is lesz a vége. Úgyis az Alúszínű. Lesz. Alúszínűke? Ez is tök szép. Egy kis szigetecske, ugyanúgy tó közepén. Hát figyelj, majd úgyis megtapasztaljuk, melyik milyen. Nyilván azért nem baj, hogyha nem olyan területre költözünk, ahol agyonvernek minket 3 másodperc alatt a 600-as szintű állatok. Azért mondom, hogy ez meg itt van egy szigeten. Ja, az a nagyon picike sziget? Igen. Igen. Hát mondom, itt 30-70-nél többet. Csak ott meg igényelni ebben is egy két hónapban már nem fél be. Megoldjuk! Majd akkor önerőből építjük meg a házat, vágunk fát, ajaj. Meg ilyenek. Mi ez? Ajajajajajajajaj. Piránják, ne bántsatok. Engem. Mondjuk Imu nagyon jó mama, úgyhogy... Mama. Just kill the man. Hú, ez 71 szintől lehetne kinyitni ezt a piros droppot a bázisunknál. 1073, pedig is hideg láva is van ott. Ó, igen, akkor az nagyon ilyen sárkányveremnek hangzik. Szili, azok alapján, amiket most itt hirtelen elmondtál, hogy milyen jó hely is. Biztonságos, meg ilyenek. Hú, ez de jól néz ki a raptor, nem kéne megölni. De a 1073 az... Hol van? 10... Mondjuk ez itt van közel hozzám. Csak az havas. Tudja, hogy izé, megszivat. Az... Igen. Beraktad Cryo-ba az összes állatunkat? Igen. Egy pillanatra. Nem, mi történt? Egy pillanatra a frászt hoztad rám. Na, kis Rigónak közbe. Dodó. Így, akkor nem megyek oda. Heu. Hát mennyi kell ennek? Így szegény. Nem sok élete maradt. Szia Dorina! A Dorina... Szép, igen, nagyon a játék. No! Legyen kis Rigónak a Dodójának a neve, kis Rigó lesz most. Csak hogy tudjuk, hogy ő ezért van itt velünk. No! Options... És akkor ezt... Hogy vesszük magunkhoz olyan? Mit? Ez is Cryo-ké, nem mi? A Dodóhoz? Mhm. Igen. Azt kell majd. Ahhoz mi kell így a kraftolásához? Jeges, Naci. Vas, polimer... hide, fiber... Mindjárt mondom, azt mondja, hogy... Cryo... Kristály, fiber, hide, metal, olaj, polimer. Meg ugye csak ilyen cuszba tudod megcsinálni, dropba. Remek.
Itt van nálam, csak ugye ezért akarom kipakolni már ezeket a bánatos állatokat. Értem, persze. Hát ő... Tele van. Látom, klímát csináltál már egy párat. Igen, itt találtam olajat. Éj, no. Egy izé, ilyen hongólem, vagy mi ez? Hongólem? Kigólem. Te vagy már hongólem. Ne, hát mondom. Rendben, Szili. Előre tudja, hogy na, mindjárt kérdeznek. Tiha, mennyi kell ennek? Meg lehet enni? Majd már meg. Lehet 11-es. Meg lehet. Jó. Úgyis kicsi volt. Tápláló. Na akkor mi lesz a végleges bázispontunk, főnök? Pillanat. Kell sos madár. Ugye? Első körbe kell sos madár. Nem válaszol. Nem életke, már harcolok! Mindig csak harcolsz! Igen, itt van ez a nagy kőgólem, vagy mi ez. Aztán ilyet még sose öltem. Narkóból mennyi van itthon? 2000. Mennyi? 2000. Hó! Hol van-e? Mondjad-e! Nem mondom meg. Ne csináld már! Meg lehet ezt tölni egyáltalán? Mit ölsz most? Hát mondom ezt az kőgólemet, hogy mi ez? Hongólem? Igen. Hongólem? Hát nem tudom. Hát itt ütöm ma mióta semmi. Szegény. Nem ütöd elég erősen, az a baj szerintem. Ne, hát egyszerűen nem akar meghalni. Nem ütöd elég erősen. Élet, hát úgy ütöm. Várj, egy terror van közben, most nézem. Rock elementál. Ilyennel harcolok. Na jó. Te semmi, ez köszöni szépen. 24-es szintű, itt ütöm már mióta, az köszöni szépen, jól van. Most lát, jó van, itt hagyjuk. A bánat vigyen el. Szegény hongólem. Hát a baj. Leszállok, omfüles kapsz. No. Fogtam neked, kis állat. Kinek? Neked. Nekem. Őrült pusztítást. Jézusom, mi történt itt? Gabó, ha ezt látná. Jó, hát csak nem hagyjuk ide veszni a hús. Aha, aha, aha. 46-os izé, sárkány. Most már értem, hogy miért ne jöjjek ide. Ja, és most ment el Szili. Azt mondja, menjünk oda, jó lesz. De mennem kell, ne kérdezzetek. Jó, nem értem én. Ilyen, cseles a fiú. Oda küldött téged meghalni. Ő... Júj. Jaj, ez csak szegény ki volt ütve. Na. 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 Most mondd meg. Mit mondjak meg? Né meg. Milyen aranyos. A skorpió? Igen, milyen szép piros. Mint piros. A hombár. Mint a hombár, olyan. Na. Ú, itt az aranydodó.
Kevés lenne a pelus, úgy érzed? Ezeket be kell rakni védelmezőnek. Várjál, nem jön a madaram, mi? A dudókat? Nem. Azt hittem. A skorpiókat. Jó, kiütnek majd mindent is. Ez mekkora szemétség, az ott van az izé olaj, amit ugye csárkányod is szét tudsz ütni. Azt ott voltak a sárkányok. Ez... Nem szé, úgy érted? Ez abszolút nem szé. Nagyon nem. Én sose csinálok olyat, hogy összekeverem az altató nyilat a rendes nyillal. Nem. Mi lenne, hogy úgy csinálnád? Na látod, visszajött Cili. A dodókat védelmezzük ezekkel. Szép hely. Szép volt. Addig volt ott két sárkány. Talán nem tetszett. De. Azért. Miért repülök ilyen lassan? Na, hogy kellett ezt felvenni? Options. Miért nem veszi fel a dodót? Szia Zsuzsi, szia Ivett! Most kaptatok értesítést? Jó. Hol kéne, hogy tudjam venni a dodót? Mindig visszanézhető, igen, a stream. Nem szoktam őket letörölgetni. Úgyhogy, ha esetleg valaki áll most már, akkor ne aggódjon, mert holnap is vissza tudja nézni. Hú, nagyon melegem van. Izé. Ki van a karakterem teljesen? Ágyam meg. Ja, a Gerboa. Oh, oké, okay, igen, jogos. De nincs rajtam a Gerboa. Epelke. Tényleg, őt ott hagytam, őt majd hozni kell. Itt van. A vállamon volt, aztán azért nem tudtam fölvenni a dodót. Csak beljebb hozom, mert ide jön valami bánat, aztán bántja a dodóinkat. Ja, védtelen kis állatokat, azokat kicsit hátrébb hozom itt a barlangba, hát ha idáig már nem jutnak el a vadak. Na jó, szerintem én meg akkor ide kipakolom a jószágokat. Jó. Akkor befogunk még egy sas... sirály? Sirály? Hát sas kellene, mert... Sas sirályt. Ja, hát cuccolni nem ártana. Hol van akkor ez a narkó? Ott valamelyik ládabélet van, rengeteg. Igen? De elméletileg. Egy agyat találtam az egyik ládában. Nem marad a drága kezem munkája, ott marad a kínai nagy fa. Nem tudom, hogy láttad-e a... Mi történt élet? Nem tudom. Hát. Mi? Hogy haltál meg? Szerinted én tudom? Hát én azért kérdezem, hát. Miben haltam meg? Gondolt együtt a karaktered is meghalt? Igen. Na. Ez mi volt? Hát jó lenne kveca, csak nincsen még kveca. És tekintve, hogy nincsen például egy... mi annak a bánatnak a neve? Amivel gyorsan lehet repülni többen is a nyerekbe. Tape. Tape jara, így befogni sem lenne olyan egyszerű. Méreg, de nem ettem meg a mérget. Az, hogy magamhoz vettem a narkót, attól nem kellett volna meghalnom. Így, begombáztál? Nem. Nem írja amúgy, hogy behaltam meg? Hát nézd meg a logot. Azt mondja, hogy... Azt írja, hogy meghaltam. Meghaltál. Ennyi. Na. Többet nem tudunk meg.
Fogalmam sincs, miben haltam meg. Egyebet nem tudok mondani, csak az, hogy a ruhám. A szép bőrruhám biztos. Csak ezeknek ne essen baja. Vigyázzatok magatokra, nagyon jó, nehogy is spontán meghaljatok. Spontán öngyulladásról már hallottam, de spontán meghalásról még csak úgy nem. Amúgy ebben a vízben vannak izék rá. Jaj, a meleg! Lehet, hogy a meleg miatt haltam, tényleg. Hát csak elkezdett volna izé piros lenni a képernyőm, meg ilyesmi, nem? Nem tudtam. Rejtély, majd visszanézem, miben haltam meg. 2 óra 5 perc környéke, úgyhogy... Ma megnézem. Na, a hülye hiénák már megint itt vannak. A tónak melyik oldalára pakoljunk le? Rád bízom. Aj, élet! Egyszer döntsél te is. Mindig én döntök mindenről. Na, hát már azt akarom, hogy jó legyen. Tudom, tök cuki meg minden, csak... Nem jó, tudom, én most nem vagyok ott, nem látom, mert te nem streameled, úgyhogy... Csak nem lesz baj ott teperkének, bízok benne. Én elmegyek közbe, akkor sasér, jó? Jó van élet. Na azért azt majd még be is kell témálni. Aztán ezeket akkor témáltuk, amikor a szorzók olyanok voltak, emlékszem. Hát. Úgyhogy nem biztos, hogy ezek most olyan gyorsan meg is lesznek. Van nálam 118 altatós, annyi csak elég lesz. Én ide akkor elkezdek pakolászni. Egyenlőre össze-vissza, aztán majd. Jó van. Elrendezzük ezeket. Sárga droppot ki tudom nyitni, ugye? Szerintem igen. Szanyos szintől van. Vajon? Nem tudtam. Na! Na, most mi lesz? Mi az? Micsoda? Ó, a pókra találtam nyerget. Na. Igen? Nem, semmi. Mit találtál? Semmi kérdezik. Látom, Gabi új barátra tert, vagy szette, az. Szettert. Szettert. Értem én. Új barátot talált magának. Szettert. Új barátra tett szert. Szettert. Ugye fura volt, hogy csak így meghaltam, de mitől? Lehet túl öreg volt a karakterem. Evan, már régóta beszéltem. Aztán... Összeakad az ember nyelve néha, na. Te bánat. Megijeszt itt engem. Itt voltunk valahol a zöld toronynál, nem itt építettük ki azt a befogót. A zöld toronytól balra. Szép! Látom. Ugye? Igen, tényleg szép. Várjál, itt izé van, buli van. De hanyossos vagy? Ami nagyobbat kéne keresni. 46-os, hát ez... Ez
rejtélyesen haltam meg. Igazi rejtély, hogy hogyan. Hát ez az volt. Pont ránéztem a streamre, aztán így gondoltál egyet, azt összeestél. Azt mondta, most már pihenés van. Megunta. Pedig én még játszanék. De nem, azt mondta nem. Este 8 után nincsen számítózás. Na, egy bátor macska még azért a végére becsatlakozott. Mi az a spike wall? Azt kell nekünk. Wooden. Wooden. Így, ne? Nagyon szenved a karakterem. Melege van. Ide hallom azt, hogy oh. Szia Zsolti, köszönöm szépen a csillagokat. Nagyon szépen köszönöm. No. Hol van itt a környéken? Sasmadár. Ez sasmadár. Hát nincsen még giliszútunk. Aranyos. Aranyos kis dinocska. Egészen aprócska. Neked kellett volna egy izé, olyan kártya még az előző pályán, hogy Titanosaurus. Azt még visszamegyek, úgy megverem. De most miért? Nem is bántott téged. De. Nem ölt meg, de nekem akart jönni. Most hallod, egy madár nincsen itt. Megöltem azt egy sast. Azt nem tudom, nyaralni mentek innen. Bírom még, igen. Köszönöm szépen ismételten. Redwoodban láttam úgy sokat. Szoktunk ilyen hosszabb streameket tartani. Ó, hát ez semmi. Tudjan, visszafogjuk magunkat. Leme. Igen. Jó vagy ole. Mi van Jettivel? Nem is láttam ma. Nem tudom. Dolgozik. Hiányzik. Egy Jetti. Ha esetleg visszanéz, egy Jetti hiányzol. A jó öreg Jetti. Nem, tényleg nincs vele semmi baj. Mindig itt szokott lenni a streameken. Érte is tegnap, hogy dolgozik most. Olyan ott vagyunk már, mint egy kis család itt néhányan. Gabi erre mindjárt elmorzsol egy-két könycseppet, annyira megható kis mondat volt. Igen, az a vörös raptor nagyon szép. Ott az a Archie 8-as. Hát mik ezek te? Egy család. 11-es. Mert rájuk nézek és már meghalnak, akkor elkezdek. De kemény vagy. Hát nem, de most neki ment a 8-os az Allosaurusnak szerinted. Tök szépek amúgy, de hát ilyen kis szintűek. Hát kell egy izé, wipe aztán, annyi. Milyen játék? Ark! Dinoszaurusos. Túlélő játék. Battle Royale. Nem az a fitest, de igen.
Van Battle Royale mód is belőle, csak senki nem játsza. Nem fejlesztik már, vagy egy 5 éve. El nem tudom képzelni ezt üzébe, BR-be. Mert? Nem tudom, valahogy nem passzol ehhez a játékhoz. Inkább ilyen Hunger Games jellegű, mármint a fizé könyv meg a film, nem tudom, hogy mennyire van meg. Na, megvan. Tehát ugyanúgy egy ilyen nagy burok van körülötted, ami szűkül, a középről kezdenek a karakterek, tehát nem az van, hogy te választod ki, hogy honnan kezdesz, hanem középről indul mindenki, és akkor elszalad egy irányba, vagy nekiáll és üti a többieket. Vannak ilyen izék, ládák, amikbe tudsz szállni cuccokat, meg craftolni kell, témelni, van rá fél órát kb. És akkor a végén azzal támadsz, amit sikerült összegyűjteni. Meg vannak ilyen... hogy fogalmazzak? Ugye volt a magában a Hunger Games-ben is ilyen, hogy tudtak ugye a nézők úgymond küldeni ilyen áldásokat, meg izéket. Igen. És itt is volt olyan, hogy mit tudom én... Nem akarok hülyeséget mondani, nem tudom én, mérget küldtek egy adott területre. És akkor onnan el kellett menekülni. Hát... Jó volt egyébként az szerintem csak... Az elképzelés így nem rossz, de szerintem nem ehhez a játékhoz. Nem tudom, én nem tudnám ezt elképzelni, hogy én azzal játszak. Zsömnek egyébként van róla streamje, a mamutot elkezdte tömni hússal. Az volt. Úristen. Ádámmal sírtunk. Sírtunk. Zsömike kitalálta, hogy ő most Ark Battle Royale-t fog játszani egyedül streambe. Csak néztünk és sírtunk a röhögést. És nem csodálkozott, hogy... Eventek, igen. Hogy mi van a mamuttal? Miért nem eszi a húst? De csodálkozott, aztán leírtuk neki, hogy hát abba bogyót kéne rakni. Szóval, hát amekkora állat, azt hittem, hogy húst eszik. És Zsömike nem is ő lenne, ha nem csinálta volna meg. Ja. Úgyhogy... Jó éjszakát, Jászmin! Szóval, ja, jó volt ez, csak mondom, azt annyira nem fejlesztik, hogy még a régi Ark Interface van benne. Tehát, hogy a régi inventory rendszer, meg minden. Úgyhogy ez... Hát nem tudom, nem, annyira nem vonz. Jónak hangzik, de nem. Mm-hmm. Hát mi se játszottunk vele sokat, mert régen se játszottak vele. Hogy tehát a napunk elment? Hát igen, azóta gondolj bele, hogyha már nem is fejlesztik. Szerintem max akkor lenne rájátékos, hogyha mit tudom én, nézőit hirdettünk belőle. Meg ingyenes volt, tehát egyébként az a része az úgy... Hát jó, de hát hogyha nem jó. Hát sok, a sárkány. Sok ingyenes játék van, ami nem jó, azt mégis játszanak vele. Kod. Például. Szeretem a kodot. Amennyire fel tud néha idegesíteni, annyira. Igen, az a baj ezzel, hogy tele van csalókkal, meg... Így a bánat, meg csak felmérgeljük magunkat azon, de mégis játszunk, tehát így. Ez a madár, te. Gyere. Mint ha tudná, hogy be akarom fogni. Csak azért se úgy jön. Itt, gyere, szépen van. Jól a fejébe. Ezt a kőgólemet, ezt meg lehet ölni amúgy? Most már itt van Szilárd, meg tudod tőle kérdezni. Ne! Várjál. Most gyere be. Jó. Szerencsé, hogy életre fejlesztettem egy csomót. Hát nem lesz egy nagy madár. De befogtam egyet. Nem baj az, tehát az izé, súlyra megpakoljuk, aztán annyi. Ráér majd cipekedni. Jó van. Hozok neki akkor Prime-ot. Valami másik madárból, vagy nem tudom.
Ó, van is nálam Prime, mit most nézem. Az jó, hát én itt majd ütöttem már miut, aztán semmi, pedig kis szaros 26-os szintű volt. De rengeteget ütöttem bele. Hát köszönöm. Na nézzük, miből lesz nekem egy gyorsan Prime item. Pronto. Stegót keresek abból is. Amúgy egész jól lehet szedni, meg itt a izékből. Na, ezek mivel harcolnak itt? Mi vagy te? Ajajajajajaj, alfakarnó. Mi? Ezt verd meg. Hát hoffa? Archiból jön Prime, ugye? Jön. Király. Meglett. Na, van két olaj is a környéken. Tök jó. Sassal ütöttem, de... Egyszerűen mondom, kis szoros 24-es, 26-os szintű volt, vagy... 10 percen keresztül ütöttem, az semmi, megköszönte. Hát, legalább megköszönte, látod? Igen. Sokan még azt se csinálják. Megköszöntem, majd tovább repültem. Azt hiszem, most miért nem látom a kijelölést? Mi lett a sassal, amit kilőttem? Nem, ugye nem jött ide valami kis... ez 71-es, ezt nem bántom. Hát én azért megpróbáltam, meg vagy élet. Igen. Hát mennyi staminád van neked? Nem sok. Mert? Ha, olyan gyorsan szaladsz. Igen? Nagy a baj, igen. Hát akkor én a sassal mit csináltam volna? Pedig mondom, kis szaros 26-os volt. Fú. Kellemes. Kellemes érzés volt, ami most itt velem történt. Na. Nem kijött, megölték. Ezek a bánatok megölték a madarat, amit betémeltem. Vagy hát nem témeltem be, de kilőttem. Kimegyek, megsiratom, mindjárt jövök. Na! Tök jó. Mondom. Ugye megverem azt a gigát ott? Amúgy, ha kőből van, lehet ez így csákánnyal kéne neki menned. Az többet sebezne rá. Csillagokat. Mi lett volna a saslik? Szerintem. Ó, még ti is jöttök. Giga az adna neki, az biztos, csak gigánk még nincsen. Ami ott meg lent van, azt egyedül én most nem érzem magamba, főleg nem vagyunk annyira még felkészülve. Se narkó, se semmi szempontjából.
Adjö. Na, van itt valami értelmes madár a közelbe? Még ezt meg kéne ölni, azt mondtam, nálam van most a petem. Nincs berakva mi. Csak berakjuk. Meg se néztem, hanyas én hülye. 74-es! Jó, ezt lehet el kell, hogy engedjem. De azért meg lehet próbálni, végül is elég sok szintet kapna a madár, hogyha ezt sikerülne megölni. 74-es karnó, alfa karnó, hogyha esetleg valaki szeretne itt XP-t gyűjteni magának. Bár nem tudom, hogy most hall-e imu, de... nem official beállításokon vagyunk. Azzal kezdtük, de minden annyira nagyon lassú volt, és annyira nehéz, hogy azért... Nyilván streamben nagyon uncsi lenne egy idő után, úgyhogy vannak szorzóink, de... Igyekeztünk úgy beállítani, hogy ne legyen izé... Igen? Merre? Megyek, megverem én. Ahol a sasokat témeltük. Hát az hol volt? Ez nekem nagyon messze van. A zöld toronynál. Ki kell pakolnom egy-két állatot, mert otthon még van, és akkor viszem az egy kájót. Csak nem lesz itt bajuk. Nem? Hát, remélhetőleg. És nem akarom közben, hogy izé egyem, mert... Ennek azért kell. Kell bele bőven. Talán már, mintha egy kicsit véres lenne. Tém, nem tudom most a témelés milyen szorzón van. Más felesre van állítva? Talán. Nem tudom életkel, nem tudom. Picit feljebb van húzva, de annyira nem, hogy... Igen, ilyen kellemesen kihívás jellegűre állítottuk. Elméletileg. Nagyon csúnya. Amit éppen a Carnotaurus. Kis pici kezei vannak. De mire odaérek, megölöd? Hát nem biztos, mert nézzük a madaramat, milyen véres már. Fele HP-ja már lement. Én nagyon messze vagyok. Mennyi időt figyek kájót? Hát nem tudom. Várjam, el kéne innen repülnöm egy kicsit, mert... Baj lesz itt, hogyha nem is körül elmennem. Jó. Megetetjük a madarat. 6 HP-zon egy kicsit. Hú, ez már jön is föl. Ha hogy mászol itt föl, te? Na hát megyek aztán. Jó, van, gyere. Egyszer majd csak odaérek. Ez zöld torony, ugye? Igen. Jó. Hát nem sokat pihent a madaram. Ennél azért több kéne neki. Karakterem is sebződött valamennyit. Mondjuk nincs túl sok ruha rajtam, lehet azért. Előfordulhat. Nem is vagy olyan messze. Hát azért csak nem nyírja ki a sasomat. Már véres a combia. Megnőd most már. Hagyjál nekem is belőle. Jó. Mi? Giga. Itt egy giga. Ó, köszönöm szépen, Ivett. Igen. Van itt egy giga is. Neked is boldog szülitel arra is. De pneumatikus.
Abba volt a lényeg. Na itt vagyok fent a témelősnél. Merre menjek innen? Hát itt le. Balra. Hogyha a bázisunk fele nézel, balra le. De szerintem látod, mert nagy pirosan világít. Itt repül egy Terra. Hát illetve itt vagyok fent a témnél. Várjál, följebb szállok, és akkor úgyis látni fogsz. Hol vagy most? Fent a témelős felett. Pontosan. Nem látlak. Ja, de itt vagy, nézd. Vagy. Aha, jövök. Itt van lent. Pneumatikus. Éjj az anyámat! Itt egy barlang. Igen. Na, gyere ide, te bálna. Nem esik neki jó. Na. Hát, ennyi volt. Hát már a munka nagy részét megcsináltam. Hagyjam már. Jaj, persze, miattad hullott ki. Na most, ha már itt vagy... Benézek a barlangba. Nincs ott semmi. Ez üres barlang. Kérem vissza a pénzemet. Szóval kéne nézem értelmes szintű sast. Kicsik. Vannak itt jó kis allók. De azt hiszem azok el fogják intézni a kis szintű sasokat. Amúgy igen, Imu idejött és belopta a killt. Most Knight-ot játszott. Adjad már! Te is megkaptad ugyanúgy. Mit? Az a nyámat. Ja, majd a hitpontokat most megnéznénk. Micsoda? Hát én sosem olyan, hogy mellé néz a karnónak, az meghal. Hagyjuk már? Mondom. Nem bántásból. Akkor menjél rá a gigára. Ó, megeszem. Vagy ő téged, valamelyikötök biztosan meghal. Én rámegyek. Állj meg. Úgyis kis szintű legyen belőle nagyobb. Rámész a gigára? Ó, hova lett tényleg? Alul itt kell lennie. Látod, megijedt. Hát meg. Most, hogy mondod, lehet, hogy izé... Lehet, lejjebb ment, nem? Öljen meg. Ott van, lehet. Szuperember. Mindjárt, kell egy kis incsi. Úgy meg... verem. Mehet? Gyere. Várjál. Berjed, én lehet ebből a harcból most kimaradok, mert... Baja van a sasomnak. A három új állatról hallottam, igen, Szili. Szia, Bütyi! Na, azt nem tudtam, hogy az új map is jön. Láttam, hogy lesz valami izé, agresszív, ilyen növényevő. Ilyen olyasmi, mint a brontó, ilyen tüskés nagy. Az baj, beszúrultam a fejébe. Az nagy baj. És nálad van a sok cucc? Nem, már azt most lepakoltam. Lehúzzam? Nem kell, mindjárt keresek valami kis bánatot. Felhápézom az izét. Sást, azt megyek vissza. Jaj, most akkor megvered. Én meg? Tényleg ennéni kéne. Nekem is közben. Az a sasod mekkora? Sas ide, sas oda. Hol van? Van valahol lent még. Ja, én most már a következő sas. Ra. Próbálom. Volt ingyenes egyébként ez a játék Epic Store-ba egy hétig talán. De nem olyan vészesen drága, amennyi tartalom van benne, szerintem bőven megéri a árát. Meg folyamatosan fejlesztik, tehát megjelent 6 éve, és azóta folyamatosan fejlesztik, meg jön hozzá még mindig új térkép, új izé, szóval szerintem ha van értelme megvenni egy játékot, akkor ez kifejezetten az.
Na, úgy... Ja, inni is kéne. Jó lenne látni ennek a bálnaknak a HP-ját, 46-os giga. Az... szombos. Igen. Nem biztos, hogy egyébként az egy épp esző ötlet volt neki menni. Tizenegyes sasok vannak itt. Viccnek is rossz. Na, 74-es, ez már jobban tetszik, gyere csak. Egész szép ilyen. Ó, kettő is jön, az nem jó. Na mindegy, lesz, ami lesz. Gyere, gyere! Gyere, mocár! Gyere, gyere! Ú, nekem kell ez a giga. Igen. És persze, hogy a kisebb szintű szállt be hozzám. Akkor kilövöm ezt is. Már menekülne úgyis. Jó, ez kidőlt. Hol van a nagyobb? Ne menj el! És az olyan menekül, vagy csak megunt? Gyere szépen! Jó, rám fordult. Ha az meghal, azt se bánom, csak... De ne halljon meg izének, cselédnek jó lesz. Cseléd? Hát pakolni, szolga. Hát... Újra izé, felhúzzuk, aztán annyi. Pakolászni jó lesz. Várjál. Ez bántja a madaramat. Gyere szépen. Jó. Ez is megvan. Hát remélhetőleg nem fogja bántani, de... csak nem. Épp összeség, mint fogalom, már rég elkerül ezt a családot, nem rosszból. Hát, lehet, igen. Mondasz valamit. Ti löved még ezt? Nálam nincs altatós. Csinálom, igen. Mi jó? Mi történt a sasoddal? Na, csak izé. Megfáradt egy kicsit. De még él? Na, itt van. Hogy ne élne? De a giga nem jön? Nem. Ez már nagyon véres ez a madár. Na, nagyon szépen kidőlt. Ebbe mit raktál? Ja, raktál bele Prime-ot? Most nézem. Uh-huh. Mindjárt szedek még. Ja, két legyet egy csapás. Két sast egy csapásra. Van még nálam Prime, csak ezek mindjárt megromlanak, az a baj. Hozok én mindjárt. Úgyis izé kell HP-zni a sast. De ez tényleg nagyon kis picike. 5 szintet fog kapni. Ó, köszönöm szépen, Laci. Jó az ilyet olvasni. Örülök, hogyha tetszenek a tartalmak. Meg kéne javítani ugye a ruhámat, mert nem a legszerencsésebb, hogy letört. Ennyi mondjuk már csak elég lesz majd, hogy megjavítsam. Ne egy pokrot kipusztítok itt. Jó éjszakát, Bence! Hello! Hát szerintem mi is betémeljük még ezeket, nem? Meg átpakolunk, aztán annyi. Hát pakoljunk át, aha. Jó. 16-os szintű lett a picike. Egyen meg. Be is lett témálva.
Nem mondjuk kis szintű volt. Hát az nagyon picike volt. Igen, igen. Jó egyébként a sasnyereg. De most nekem itt csak bőrruhat van, úgyhogy... Nekem az is elég lesz most, ha azt meg tudom javítani. Úgy szereztem ilyen blueprintet. Kitin. Csímához. Elég jó egyébként. Kék, tíres. Ezt is meg kéne javítani, mindjárt megnézem, meg tudom, jó. No. Ennek mennyi kell még? Hát ennek sokat kell még ennie. Rakok bele rendes húsit is, hát ha. Ó, látom, hoztál most Prime-ot bőven, akkor nem is olyan kell neki az. Hát nem, nem valószínű. Hány szintet fog kapni? Találtam egy izét is. Tonyást. 36 szintet, hát az sem olyan sok sajnos, de... Legalább 100 fölött lesz, ha nem támadja meg semmi, mert hogy egyet már ugye kilőttem egy hasonlót, és azt szétszették a hiének itt a környéken, szóval... Azokkal vigyázni kell. Sutyom, hogy most ilyen hatalmas madarak. 27-es, jó, nem? Köszönöm szépen, bőtyi a csillagokat! Nagyon szépen köszönöm! Ha. Azért szerzek még Prime-ot. Vagy legalább egy kis szintet a madaramnak. Na mi van a gigával? Mesélj! Ó, elszaladt. Na, gondolom. Megijedt tőlem, esküd. Nem te szaladtál el? Nem. Kizárt dolog. Megijedt tőlem, ott elszaladt. Mik ezek a csillagok? Támogatási forma itt a Facebookon. Hú, szereztem egy darab Prime-ot. Hát ez nem sok. Hát nem. Ezt sikerült megállapítani. Igen. Folyamatosan beteg amúgy a sasom. Szegény. Várjon meg. Lehet elkezdem addig a pakolást, ne? Jó. Amíg témelődik a másik. Nem merem itt hagyni, az a baj. De szerintem jó. Ennek egy kis idő kell, még aztán meg is lesz. Csinálj csak élet, hát én addig el tudom kezdeni. Nézem, mit tudni kell átpakolni még itt a sajsba. Van itt nekünk tábortűz? Volt, de szerintem szét lett ütve. Uh-huh. Ja, tuti valami vadállat szétütötte. Jó lenne egy kis húsit. 27-es Rexi. Szedek virágokat. És van még virág. Igen, elég kemények. Hát ezt még akkor belepakolom. Imádom egyébként, hogy bedühödnek a virág illatától az állatok. Miért? Lehet büdös a virág.
Lehet azért, nem is lába volt büdös annak, aki a dühítőt nyomta, hanem egy ilyen rare flowerrel találkozott, és így annyira mérges lett, hogy nem bírta megállni. Lehet. Na, sose lehet tudni. Pedig egy kis sült húsi egyébként jól esne. És nem tudom, van-e értelme leraknom még egy tábortüzet. Bár mondjuk miből tart? Hát semmiből. Azért mondom. Csak egy három darab tábortüzet, aztán még megfagyni se fogunk. Mit szólsz hozzá? Na, hát mondjuk én már mondjuk régen jöttem onnan, de jó. Beraktam egy agyat. Mert láttam, azt itt a ládákba kell tartani az agyakat. Hát? Tán nem így van. No, én nem tudom. De fölrakom hát, ha itt jobb helyen van. Kevesebb esélyt látok arra, hogy itt szétütik. Foghatnánk majd egy brontót is valamikor. Jó. Na, megvan közben az Archi. Na. Jó éjszakát annak, aki megy. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is lassan megyünk szerintem most már. Még átpakolászunk. Wow, Szili, 1100 napja követ, nem semmi. Köszönöm szépen. 396 napja, Gabi? Milyen streamet láttatok tényleg először, ami alapján így bekövettetek? Ez mondjuk azért úgy érdekelne. Ha még emlékeztek, persze. Kis Rigó 1800. Adam 36. Henikő 641. YouTube-on már vagy 7 éve. Hát... De nagyon igen, az elején ott voltál már, Szili. Aliz 1400. GTA volt, amit először láttad? Láttál? Hát az egy vicces kis időszak volt. Zsömikével, amikor toltuk a GTA-kat. Hú, az tényleg nagyon régóta volt. Ádámmal nyomtam az árkot. Az sem ma volt, ja. Az a lényeg, hogy élvez, nem probléma egyébként. De tök jó egyébként azt is látni, hogy vannak újak is, vannak régebbiek is. Első árk. Sokan vagytok itt árk miatt. Hát ez a játék, ez tényleg majdnem mindig ott volt. Na jó, én akkor elkezdek oda visszarepülni a régi bázishoz, és akkor segítek át cuccolni, jó? Jó, jó, jó. Mert hogy beled közben témelődve. Egyébként az a vicc, hogy ez a Facebook ez hamarabb megvolt, mint a YouTube csatorna. Csak még más néven volt, de... Aztán átneveztem az oldalt. Ó, köszönjük szépen, Gyula! House Flipper. Az is egyébként jó kis játék volt, szerettem. Kis chilles. Hát nekem arról mindig egy köcsög jut az eszembe aztán. Na de. Nem követtettem be közben a madarat? Jó vagy. Azt nézem.
De jön az, csak nagyon lassan. Mi? Ja, mert hogy izére raktam. Ennyivel gyorsabb egy átlag sorsnál a madaram. Hú, te... Most tudatosult bennem egyébként, hogy mennyivel gyorsabb a sasom egy átlag sasnál. Azt hittem nem követtettem be, aztán olyan lassan jön szegény. Ádám meg, de követni amúgy is azért sokkal levi. Lassabban követ. Igen? Uh-huh. Ja, mert nem izé, nem sprintel, mi? Uh-huh. Igen. Mehetek a sárkány tojásért? Hát... Lehet, hogy ez a gyorsaság azért még nem elég ahhoz. De már mindjárt itt vagyok. Mennyi cucc van még? Sok? Há, igen. Biztatóbb válaszra vártam, azt hittem, hogy azt fogom mondani, hát már átpakoltam. Hát még hozzá se nyúltam élet. Ja. Na most megleptél. Na. Azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy meglepsz. Hát igyekszem élet, de még nem, sajnos nem bírtam elpakolni semmit. Nem baj. Hát mindegy, majd vigyünk el egy kanyarral, aztán majd a többit majd átpakoljuk. Jó van. Már azért sok van ott. Na, én már itt vagyok a bázisunkon, vagy hát a régi bázisunkon. Repülök én is visszafele. Ja, hova mentél? Hát fel a bázishoz. Ja, az új bázishoz? Igen. Ennek szerintem akkor súlyra pakolok most. Súlyra mehetem. Jó éjszakát, Alexa! Heu! Akkor a kis szintűt meghoztad, ugye? Egy itt van nálam, a másik meg szerintem nálad. És ezt a sok követ meg mindent át akarjuk vinni? Igen. Nem akarunk itt hagyni belőle egy keveset? Nem. Jó. Mert valami ott... Na, szóval valami olyat is átpakoltam, amit nem akartam. Szerintem. De nem. Hát de kezd a bőrrel, meg a minden mással. Azt sem. És hogyha marad még hely, akkor izét követ, meg fát, meg ilyenek. Egy csinálom. Jó. Várj, most már tele van. Meg tudok beszélni a végére. Hú, hát ez nagyon lassan fog repülni. Annyit nem ér. Aztán meg egész nap izé. Várjunk rá. El tud hozni egy kis izét. Követ, aztán annyi kb. 600 követ, meg jó pár ezer bőrt, de... Éted. Étem én. Meg a állatokat kellene majd még áthozni. Igen, van nálam egy pár darab krájó. Szuper.
Még ebbe is kellene még, hogy férjen. Szóval mi van nálam, amit ki lehetne dobni, vagy mi van nálam, amilyen sok súlyt? Ezeket ki lehetne szerintem simán, mert nem kellenek. Ez se kell. Ennyi hús se kell. Bőven elég egy stack. Recept nem kell. Ez se kell, ez se kell, ez se kell, ez se kell. Többi azért nem baj, ha van. Hát nagy meló a költözés, az biztos. Ebben a játékban. ...240 napja ivett. Ah! Kemény, köszönöm. Kezdem azt érezni, hogy én bírok sok súlyt, a madarak meg nem. Ez itt a nagy probléma. Magamhoz veszek egy csomó követ, aztán bepakolom a madárba, az meg izé, pislog kettőt. Most ezzel mit akarok én kezdeni? Ebbeköd nem is fér. Szóval akkor hova raktad? Igen. Ja, megvárlak, hogyha jössz. Hát gyorsan megpakolom a... Meg a dodókat hozd el. Ez legyen a legfontosabb feladat most. Jó. Ugye elrakom. De ha gondolod, segíthetsz megpakolni ezt a sast. Jó. Kicsibit. Aha. Mondjuk ebben sok minden nem fér, de... Hát... Másikba se. Ezeket a köveket jó lenne még elvinni legalább. Smitty-be is van ám minden. Na, meg sem bírok mozdulni. Na, mi volt ebbe? Mibe? Smitty-be. Ó. Hát abban sok minden volt, kő meg minden. A dodó mindennél fontosabb, így van? Igen, még tojást is rakott a madár, most nézem. Begyűjtöttem gyorsan. Obszidiánt raktál belém? Nem, eldobtam. Majd mindjárt felveszem. Ja, jó, mert meg felszedtem 288 obszidiánt csak úgy. Igen, azokat keresem. Mert ez megint tud szinteződni. Nem sokat sajnos, de valamennyit tud. Hol az obszi? Beleraktam most ebbe a madárba. Visszük? Mindjárt. Benne van, saslikba. Jó, jó, még összeszedem az állatokat. Mi volt bennük, kaja? Valószínű. Robodog spamel? Szokott néha olyat? Igen. Valamikor így felsztekkelődnek a parancsok időrendben, aztán... Hát... A fal! Majd összeszedjük a falat. Majd eldobja, hogy kis Rigó, téged választak, és kijön belőle egy dodó. Nem? Hát valahogy úgy.
Jó, eperke. Van még itt? Eperket is elraktad? Eperke itt van rajtam. Nincs több, ízé a diló. Te vagy már diló? Nem, ez itt a diló. Na. Ennyi? Aha. Na jó, sasom, hogy áll? Visszahelyzeti központ, azaz. Szerintem Imu még itt be fogja fejezni a falat. Ahogy ismerem. Itt ez a fal hát még lehet. Meg fog épülni. Lehet, lehet. Látom előre, majd felkelsz ilyen reggel 8-kor. Aztán azt látom, hogy izé, itt már palota van. Nem. Nem. Emlékszem, hogy volt ez a közös ARK szervernél. Még régen. Volt olyan, volt olyan. Túl sem róla, de... Amikor nem. Már inkább megadtam neked a izé, szerver belépési adatokat, hogy el tud indítani magadnak, mert... Mehettünk többet. Aludta egy-két órát, aztán utána ment megint a játék. Hát na. Jó éjszakát annak, aki megy. Nem tudom. Igazából, tehát streamen kívül építeni szerintem az még pont olyan, hogy azt lehet, nem? Hát jó. Tehát, hogy ne azzal menjen el a stream, hogy ott izé szedjük az nyersanyagot, meg bénázunk az építkezéssel. Hát lehet. Bár azért nem baj szerintem, hogyha így a... alapjait látják az emberek. Igen, most egy kicsit tovább vagyunk, mint ahogy vagyunk így általánosságban szeptembertől, de lehet, hogy lesznek ilyen késő esti streamek is. Nagyon elmaradt a sasod. Saslik? Hát a még bánatosabb, vagy a, igen, a saslik. A még bánatosabban én ülök. Jó van, igen, a saslik. Nagyon le van maradva, mint a barra való. Lehet, ki kéne belőle szedni egy kis izét, követ. Na várjál. Várjál meg, mert te tudod hova kell menni egyedül. Na, most mi lesz? Hát... Tényleg nagyon lassan jön, az egy nagyon lassú madár. Ja, hát nem bele lett rakva az obszidián meg minden. És ebben még nem fér? Vagy már nem fér? De. Ó, hát ebben még fér. Hol van? Hozd ide. De most így jó, most átszedtem kétszer. Egy picit. Tudja, hogy jó? Szerintem most olyan gyorsasággal jön, ahogy kell neki. Jó. De megnézheted, ha akarod, de... Ezt kivesszük így. Kb. Így a fogócka aljánál van most neki a súly. De most az én madaramból vetted ki, amelyikkel repülök. Tudom. 400. De még elméletileg fér. Saslik. Így né. Így most jó? Hát nem tudom, repül normálisan? Hát szerintem nagyjából most ugyanolyan gyorsan jön, mint a kis csibe. Kicsibe. Hogy szóljon. Verseny? Ja nem. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. De az enyém erősebb. Az enyém gyorsabb. Enyém erősebb. Ott meg lent van egy T-rex. Csak hogy jó legyen. Meg te amúgy se tudod, hogy jobba kell menni. Az mondjuk igaz. Nyikhaj madaram nem tudja merre. Na most direkt irányt váltogat? Nem, én nem. Aha. Mondom.
Nem baj, én előrébb tudok repülni, és akkor tudok pihenni. Meg mi van akkor, hogyha így fogok, és irányt változtatok hirtelen. Hirtelen? Igen. Egyik lánysas lenne, kettőből lenne egy Terminátor sas. Ha, melyik lány, mert pusztolják egymást. Hát csak az a baj, hogy a... kis eredeti szintű, mi? Szintet kapják meg, igen. Nézzük egy csak a kristály. Most ne szedjék kristályt, mert... Nem, most meg pihentem egy kicsit. Na. Látod, erről van szó. Na. Hát vannak, vannak néha igen ivett érdekes emberek a cseten. kell türelem azért sok emberhez. De vannak nagyon normálisak, nagyon jó arcok is szerencsére, úgyhogy... Hát mondjuk most ők nincsenek így cseten. Hogy de dinka vagy. Ez gonosz volt. Hát ez nagyon gonosz volt. Az anyámat! Az jó vagytok-e? Várjál, pihizek már. Na. Én fele annyit pihenek, látod? Valamit nagyon morog. Miért csak a gyomrom? Szerintem egy zombi. Ja, lehet tényleg a hasad. Jó, Enike az a smiley. Akartam kérdeznem úgy már múltkor is, kedves Enikő, hogy téged dühít Brüsszel? De ne ez ugye nem egy. Ne az anyámat! Éj! Na most hova mész? Várjál, oda a kis tóhoz, ugye? Nem. Van egy kék tó a fák alatt. Nem dühít Brüsszel? És a minimálbéren emelnél? Gondosz vagyok-e? Éj! Nem, hát... Szerencsére értitek ti. A poént, úgyhogy... Már sok kis kacsa ott fürdik, né? Meg de aranyosak. Te vagy már? Na már megint megállsz pihenni? Ha mi van veled? Igen, gyorsan. Azt nézd ott a kveca. Azt kell nekem, ott. Na, tiéd lehet. 24-es, lila. Lila. A csúnya a színe, nem kell. Pedig kisfiú. Zárcsökkentés. Itt egy kroki. Az új bázisunk környékén krokodil? Nem. Nem? Nem. Fake info. Jó lesz amúgy ez a kveca, hogyha valahol itt akarjuk befogni, mert... Ezt tudja, hogy a vízbe fog állandóan esni, az belefullad. Már most előre látom. Szóval ez lesz az új bázisunk? Nem. Majd itt. Egyelőre még semmi nincs, 4 darab szekrényt tettem le. Ja. Úgy idehoztam az állatokat. Az új bázisunk, az a 4 darab szekrény. Igen. No. És az állatokat csak így ide lepakoláztad? Hát már mit csináljak velük? Hát... Mi van, ha rájuk támad valami agresszió? Ó, hát itt nincs ilyen. Hát Juanita... Szegény meg se tudja magát védeni. Csak ennyi állatot hoztál át? Ne, hát még itt van, még ez is. De lerakod a Dodót. Hát de élet, ennyi állatunk van. Mi? Mi hát volt a rengeteg kenguruval? Hát, köcsök kenguru. Most tényleg azt a rengeteg kengurut, amit... Mit csináltál velük? Megettem.
Tuti, így izé... A értékes állatokat itt tartogatod valahol a szekrénybe. Nem. Hát itt van minden. Itt vannak. Na. Most mi lesz? Hát... Ez nem a nyugalom szigete. Na, pakoljunk ki. Szerintem, ha rám hallgatsz. Jó. Ide jön a... Nem tudom, bőr. Mindegy, mehet, majd úgyis izé szét lesz válogatva szépen. Jó, akkor... Jó világban. Ez azt jelenti, hogy akkor be lehet hányni mindent a ládákba. Most igen, aztán majd én szortírozok. Utána már izé lesz rend és fegyelem. Úgy van. Fordítok nektek. Etetőjük van? Tettem egyet, bogyó kell majd nekik még. Ja, hogy csak a növényevőket, de nem, akkor kengurut is leraktad volna. Nem, csak fogtam egy párat, kidobáltam, aztán annyi, nem siettem vissza. Ja, nem volt benne rendszer? Nem. Elpattottak a kengurut. Genguru? Beszélni meg majd megtanulok. Genguru. Here we go again. Bévacs lesz itt bőven. Látom a... Bévacs, mozdulni. Igen. Itt van oda. Azt nézem én is. Hát ez jó sok kör lesz, mire ezt megjárjuk. Bizony. Ha mindent át akarsz hozni. Igen. Az a terv, viszont lehet kellene még letenni ládát. Igen, én is azt nézem, hogy nem biztos, hogy ez elég lesz. Őt. Imádom ezt a lassú futást. Tök logikus, hogy lassan fut a karakter akkor, hogyha nem tud. Ennyi súlyt magával cipelni. Mindjárt kiszedlek a szekrényből, Szili, ne aggódj. Aggódik, hogy nem jó szekrényt kapott? Igen. De mindjárt megkeresünk. Egy kis szabad levegő már jót tenne neki. Azért én mondom, hogy... Úgy hallottam. Jó, egyik sasból kipakolva, másik sasból kipakolva. Már majd csak hús kell nekik. Vagy legalábbis az etetőbe bepakolni húsit. Hát nem találom. Nincs meg, Szili, ne viccelj. Hát legértékesebb állatunk eddig, amin... Ülti a tojáson. Én azt elhiszem őket, de tényleg nem találom. Elhoztad? Hát gondolom. Jaj, egészség. Elnézést. Gondolom elhoztam, mert összeszedtem az összes állatot. Itt vannak. De tényleg nem találom, most viccen kívül mondom. Egy morci van benne, ebbe két tuk-tuk. Kiló. Köcsök kenguru. Hol van, Szili? Tekkit. Nem tudom élet. Hát... Köszönöm, aranyosak vagytok. Hát... Ott hagytad a bázisnál? Én? Már hogy visszavitted, amikor ott jó szórakoztál vele? Igen. Az jó. Lehet ott maradt egyedül magába. Nem valószín, igen. Jó, érte, még vissza kell menni. Mennyi érték van nálad? Most nézem. Kinél? A bánatmadárba. Miért? Hát tele van izével, ilyen tonyásokkal, meg ilyenekkel. Miért? Két darab tonyás van benne. Meg ilyenekkel. Az a két darab tonyás az olyan sok érték. Igen. Na. Jelenleg ami itt van, az... Közel sem ekkora érték.
Visszanézel élete izér? Vissza. Adok izét, krájót, jó? Ide nézd csak. Sőt, beleteszem a sasodba. Még bánatosabb madárba. Igen. Adok hármat, így lesz nálad is három, meg lesz nálam is három, hogyha van valami. Jó. Hát nálam tutira nincsen, tehát hogy... jó messze. Aj, hát Szili. Csak megtalálunk. Nem halt meg, ugye? Nem írta ki. Nem. Ezt a múltkori kengurus dologért kapod. Szegény. Nem. Nem, és én azt hittem, hogy elhoztam mindenkit. De mondom, akkor ugye visszamegyünk még, azt még megnézzük. Nem lennék boldog, hogyha pont te tűnnél el. Ez lehet éppen nyaral. Hát lehet, nem lehet tudni. Ja, élet, ha ma itt vagy, ezért megnézheted. Mit? Ezért. Ne menj vissza akkor? De... Hogy már indultál? Már régen indultam. Akkor majd ha visszajössz, azt még megmutatom. Na megint kezdi, megint kezdi. Nem. Még egy csúszás, még egy csúszás, a csúszás. Megcsikizlek. Na. Megfőzöl. Megcsikizlek. Ja. És süket vagy életke? Nem. Tessék? Szili közlegény megmentés, egy kis szomorkás vége. Remélem, hogy nem lesz szomorkás a vége. Vártam mondani. Mi az? Nem semmi. Nem semmi? Minden szép, minden jó. Mi van ott a környékem, ami gigatuti? Nem. Dehogy nem. Itt izé, olajkút van itt. Nem tudom, megfigyeltétek-e már? De Imu minden stream végén, még ezt csináljuk, még azt csináljuk, és egy életke? Óra még... Igen? Nem tudom, megfigyeltétek-e már? Hát majd még meglátom, hogy visszajövünk-e. Tehát az azt jelenti, hogy nem. Nem. Fordítok. Igen? Na, még egy csúszást a csúszdán, aztán megyünk haza. Na, jó. Jó? De ez az utolsó. Jó. Tényleg ez az utolsó. Jó. Jó. Na. Hihetetlen. Azt mondja, leülünk egy kicsit árkozni. Nem én nem. Te. Hát akkor... Itt van még Enikő? Enikő hány óra van? Nem lesz három csúszás, igen. 12. Hát akkor... Csak. Menikő az óra felelősünk, meg az idő felelősünk. Mennyire kemények a sárkányok? Neked nagyon. Igen? Uh-huh. Veri kemények. P12. De nem most tényleg? Hát szerintem azok. Miért ott van a sárkányverem az új bázisunknál? Nem. Nem, csak úgy elgondolkoztam most ezen, hogy vajon ha én sárkány lennék, mennyire lennék kemény. Hogy került ide, Szili? Itt nem is írja el az etetőt. Hát te szórakoztál vele, élet. Jaj, behoztam ide, mert bemenekítettem. Na. Volt nála egyébként sok kaja, úgyhogy nem kell miatta aggódni. De még jó, hogy rákérdezett amúgy. Hogy kell beszippantani? Nyomva kell tartani, ugye? Az baj. Hogy? Az baj. Mi baj? Az baj. A sárkány? Mm. Mindjárt írja, hogy meghaltál?
Mindjárt. Oda húztad a új bázisra? Nem. Az baj. Mit csináltál? Semmi kelletkem, ugye meghalok pillanat. És a sasod? Jó? Az is. Miért mentél rájuk? Én nem! Ő jött rám. Mondtam én, hogy ne nézegesd rossz a sárkányt. Jaj, de leráztam, kis köcsög! 99-es bánat! Na. Ez egy ilyen jégsárkány. Légsárkány. Ege. No. Hát most meglepődtem. Teljesen? Mhm. Ege. Picikét, na. Jó, hát előfordul a legjobbakkal is. Rával kéne menni. Ellopni a sárkány tojást. Na, ahhoz meg csak idő kell, ahhoz meg kéne fejnem a sárkányt, ugye? Hogy... Igen. Vagy adok mást a... Kis tálkába megfejed. Így... Akkor kell craftolnom vödröt. Mit fogod? Aztán megfejed. Na. Hozok még egy ládányi kacatot. Jó van élek. Meg Szilit. Elmetek, most már három láda ki van pakolva itt. Remélhetőleg a többi az már csak helyet foglal, súlyt nem, aztán könnyebben át tudjuk hozni. Mi vitt rá arra, hogy videózzak? Annak idején én egy oldalon voltam moderátor. Igazából ilyen ifjúsági oldalon. És... Teveklubban. Nem a Teveklubban. De igen, hasonló, mint a Teveklubban. És... ott kértek meg igazából a fórumozók, hogy készítsek videókat. És először így nekik csinálgattam a videóimat, aztán nem tudom, valahogy elkezdik mások is nézni. De nem volt egyébként nekem ez sose célom, vagy tervem, vagy ilyesmi. Nem is akartam szerepelni nagyon sokáig így a videóimban. Aztán nem tudom, egy ilyen... Amikor meglett ugye az 5000 követőm még YouTube-on, akkor adtam ugye először az arcomat hozzá, és így... tetszett az embereknek. Én meg szeretem csinálni, mert tök jó kis közösség alakult ki, meg szerintem tök szuper dolgokat csináltunk. Tehát, hogy azért itt például mióta streamelek... Hát most pontosan nem tudom mennyit, de szerintem... legalább egy 500 000 forintot ugye gyűjtöttünk menhelyeknek, szóval... Bármi is lesz majd 80 éves koromban, ha más miatt nem is, akkor emiatt az biztos, hogy mosolyogva fogok visszatekinteni erre az időszakra. Meg amúgy tényleg tök sokan írjátok azt is, hogy nehéz időszakokon mentetek keresztül és segítettek a videóim, szóval nyilván ez is sokat jelent. De egyébként erre vagyok így a legbüszkébb, hogy ennyi jótékony dologba is sikerült részt venni. Na, arra fele. Most jelenleg igen. Vannak egyébként tervek, tehát hogy nagyon szeretnék megtanulni például valami állatos foglalkozás, kutyakozmetikát, ilyesmit, de jelenleg ez van. Hm? Most nézem közben a chatet, hogy mit csináljuk a sárkánnyal. Ja? Szóval nagyon szeretnék valami állatokkal való szakmát is ilyen kitanulni. Vagy tréner, vagy kutyakozmetika, vagy valami ilyesmit. Aztán későbbiekben majd azt csinálni. De hát meglátjuk, mi lesz még. Hú, de szép az a Stego. 13-as szintű kis picike, de nagyon jól néz ki.
Pa-ra-pa-pa-pa. Igen. Kozmetika nagyon megy. Mondjuk igen, a mostani kutya kozmetikus, akihez járunk, ő is mindig ilyen egy hónapra, két hónapra tud adni úgy időpontot, hogy az úgy jó is legyen. De nagyon embert próbáló azért. Tehát, hogy azért az ember dereka, izületei, könyöke, mindene durván tönkre megy benne. De mindenféleképpen amiatt szeretnék csinálni így állatokkal kapcsolatos. Szerettem volna igen állatorvos is lenni, csak aztán rájöttem, hogy... Ahhoz tanulni kell. Nem, én amúgy nagyon jó tanuló voltam általános iskolában még, amikor ez volt a terv. Majdnem kitűnő voltam, csak nem tudom, nekem ez a, az a része nem, hogy ugye amikor nem tudom, behoznak egy kutyát, hogy el akarják altatni, ilyesmi, és nekem nem menne. Ez is benne van, sajnos. Igen. Tehát ő azzal nekem sose volt gond, hogy tanuljak, meg hogyha ha valamit el akartam érni, akkor azt tényleg komolyan is vettem. Csak ez a lelki része nem ment volna, hogy... Vagy akár egy műtétben hibázok, és érted? Nem tudom. Nyilván mellette meg sok állatot megmentenek az állatorvosok, de... Valahogy ez olyan túl nagy felelősség, és nem szeretnék senkinek csalódást okozni. Hát... Igen? Pedig... úgyis lesz mindig egy olyan, akinek úgy sem jó az, amit csinálsz. Tehát most tök függetlenül attól, hogy állatorvos vagy nem. Hát jó, de nem életek múlnak rajta. Hát, nem. Biztos. Mert hogyha tönkre teszed a gyerekkorukat, érted? Ugyan? Na, ide érti. Aha, hoztam egy csomó mindent. Ó. Hoztam egy csomó fát, meg mindenfélét. Hol pakoltok? Az előtt a szintben beviszed szempanaszokkal, megnézed a fülét, diagnosztizál, hogy krónikus nyálcsorgása van. Igen, a Sims-ben valahogy így megy az állatorvoslás. Imádom. Na, itt van Szili. Elhoztam közbe. Szarakom a krájót az állatba. Akkor még kipakolok belőle. Látom, elkezdték közben itt építkezni? Hát egy picit, aha. Egy picit elkezdtem. Fát meg követ hoztál, vagy? Hoztam. Ki az van? Fát is elmeteg elhoztam. Ó, nagyon jó. Össze-vissza van pakolva, de itt van. Jó, nagyon jó. Na, közben szintet léptem még. Én is. 70-es lettem. Viszont lehet, hogy szerintem már lepihenhetnénk. Vagy nem tudom, te még nagyon építkeznél? Hát... Lepihenhetünk, illetve. Jó van, mert most már itt csak későre jár, mennyi az idő? Lassan éjfia. Skacok, akkor szerintem már így ennyi lett volna. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, még ilyen késő este is főleg, úgyhogy holnap azért hétköznap van, úgyhogy találkozunk szerintem a holnapi nap. Azt még pontosan nem tudom, hogy hánykor kezdünk, de igyekszünk időben kezdeni, aztán leszünk majd, úgyhogy sziasztok! Hello, hello! Hello!